Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok. Nem haltam meg! Yet. Szia, Matok Fighter, mi ezért tök jó, hogy itt vagy. Hello, Boiler testű. Gege, nagyon szépen köszönöm a Prime-ot 10. hónapja, és Ubul, neked pedig 41 hónapja az első szintű feliratkozást. Nagyon-nagyon királyok vagytok. Ezzel pedig egy Hype Train is rögtön, gyakorlatilag majdnem, hogy hamarabb indult el egy Hype Train-nek a szele, az előszele, mint maga a stream. Úgyhogy, ha van kedvetek egy Hype Train-nel berúgni ezt a mai streamet, amiről ugye azt lehetett tudni, hogy lesz-e vagy nem, akkor most Gege és Ubul kivételével, ha csíreltek bárki mások, vagy feliratkoztok, vagy ajándékoztok feliratkozást, akkor már is indul egy Hype vonat. De ha nem, az is teljesen rendben van. Szóval visszatérőben vagyok. Ma már sokkal jobban érzem magam, mint tegnap. Nem hiszem, hogy visszajött a láz, talán egy kis hőemelkedés megint van, de ez nem vészes egyelőre. Meg ezt így tudom így jobban kicsit menedzselni. Szia, Tötyöt Rajtli, köszönöm. Hello, Durkány, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagytok. Szóval, kicsit jobb, mindig nem az igazi. Sokszor el fog így akadni a hangom. Sokszor köhögök, de úgy gondolom, hogy ki kell használnunk ezt a lehetőséget. Videót, ugye mondtam, hogy végül lehet, hogy videót fogok venni ebben így a délutáni, vagy késő, kora esti órákban. De nem érzem annyira jónak ezt a jelenlegi állapotot, hogy videót vegyek. A streamhez elég jó. Tehát, hogy a videóhoz szerintem nem, a streamhez oké, és az kicsit ilyen kötetlenebb az én fejemben. És ami nagyon fontos, hogy ennek ellenére ma már kellett videót vennem, mert a holnapi Victoria 3 videó az még nem volt kész, úgyhogy ha benne marad egy-két köhögés vagy egy-két levegő elfogyás, akkor ez van. Ne hibáztassatok érte. Na, úgyhogy most viszont CK3-ozni fogunk. Folytatjuk a már megkezdett Let's Play-t, ugye ez lesz a harmadik része, azt hiszem. Az első volt, amikor így nagyon jól álltunk, létrehoztuk a birodalmat, meg minden. A második volt, amikor minden szarnak ment, és a harmadikban, a legutóbb, múlt héten pedig visszaszereztük a trónt, visszaszereztük a területet. Szia, Sophie, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. És most pedig, hát igazából, ha jól emlékszem, akkor igazán nagy veszély az, nem leselkedik. Csak hangja a játéknak. Oké, van. Szóval nagy veszély most nincsen, szerintem. Se belső, se külső ellenség nem fenyeget. Amivel figyelni kell, az az, hogy hogy remélhetőleg meg lesz. Tehát egyrészt ne öljenek meg, mert arra hajlamosak itt. És nem igazán tudunk vele mit kezdeni. Igen, köszönöm, Sophie, most már jobban vagyok. Pont azt mondtam, hogy már nem folyik az orrom igazából, max egy picit. Kölgés az megvan, az meg is lesz, még egy darabig. És talán egy pici emelkedés, de nincsen durva láz, mint tegnap. Tehát tegnap ilyen 38,5 volt, mikor leültem streamelni. Most ha 37,3 van, akkor már sokat mondok, bár nem mértem le. Idő után már így azért tudja az ember, megérzi. Szóval az lenne a cél, hogy elterjeszteni itt nem is elterjeszteni, hanem hogy a feudalizálódni, és ez már csak az kell, hogy a kultúrákból meglegyen elég innováció, és közben megjött a macska is. Ja. Még nincs mit nézni, Boiler testű, még a macska segít kell nézni. Macska segjukát egész pontosan, már elnézést a kifejezésért. Szóval még egyenre csak beszámolok arról, hogy mi van. És tudom, hogy tudjátok, hogy én tudom, hogy nézem, de attól még nem kell látnotok. A macska, ha elhelyezkedik, az jelenti a stream kezdetét. A macska egyébként szuper szeretet hiányos, még jobban, mint máskor talán. Mert na, itt az arcoskája is, tessék. Ugye nincsenek itthon a gazdiék, a gazdi és babó, és igazából ő most vagy alszik, a macska, egész nap, két program, három programja van. Egyik az az, hogy alszik, a másik az az, hogy eszik, vagy kajáért hisztizik.
Ez kettő, ez így nagyjából, nagyjából lefedi. Ne indítsd el, légy szíves, macska. Ne indítsd el, köszönöm. A harmadik, az pedig az, hogy bújik. Szóval... szóval, hogy azt csinálja, hogy ha ülök ott a kanapén, akkor jön az ölembe. Hogyha ülök itt az asztalnál, akkor jön, jön az asztalhoz. Hogyha fekszek az ágyon, akkor jön az ágy. Szóval, ja, nagyon-nagyon szeretett hiányos most az a macska. Szia, Gergő, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Úgyhogy ezek a közérdekű információk. Minden más pedig megbeszélünk a stream ideje alatt. Úgyhogy ideje is talán, hogy tényleg, ahogy itt a Boiler testről említette, lássátok, hogy egyáltalán mivel állunk szemben, esetleg ha valaki elfelejtette volna, hogy hogy állunk, akkor itt van. Tessék, mutatom is. Veszlávia, csodálatos birodalma, itt-ott bele-bele kapva más területekbe. Ugye nagyon sok mindennel megküzdöttünk már ebben a streamben, vagy ebben a stream sorozatban. Szia, Citrom and Mandarin, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Amivel még izgalmas módon nem, az pont az egyik selling point, vagy az egyik nagy dolog az update-tel kapcsolatban, ez a betegségek, járványok. Tehát a járvány hamarabb talált meg engem IRL, mint a játékban. Ami egy izgalmas koncepció. De most már azért nem tudom, 9-10 órája, sőt, nem 11-12 is megvan, hogy ezt a mentést csináljuk. És még igazából semmi komoly járvány nem dúlt. Pedig elég nagy a birodalmam. Itt-ott a végeim volt. Nem lehet, így értett a paradox? IRL. Legrosszabb DLC valaha. Még jó, hogy nem fizettem, érte. Galba, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, nagyon-nagyon király vagy. Mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Hogy telt a napod? Munkával. Nagy részt. Viszonylag alacsony hatékonysággal tudtam dolgozni tegnap. Úgyhogy ma volt mit behozni. Emellett a bögre csatornán is dolgozni kellett. Mindennel szuper le vagyok maradva, de minden rendben lesz. Nyilván priorizálni kell, nyilván ami most így rövidebbet tudja húzni az a új Let's Play sorozatok például. Tehát ugye valamikor múlt hét péntekre, vagy még előtte hét péntekre ígértem az új CK3 Let's Play-t. Hát az biztos, hogy nem fog elindulni még egy hamar, sőt most már nagyon úgy tűnik, hogy az már csak akkor fog elindulni, amikor véget ér a mostani, mert gyakorlatilag fölösleges hamar beindítani, tehát az április 1-én fog elindulni az új Crusader Kings 3 Let's Play sorozat, és ebből kis matekozható, hogy 28-án csütörtökön fog véget érni a mostani. Szia, Azbest, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Jön a húsvét, kevesebb meló lesz. Nem a gazdék jönnek. Megény macska rohant az ajtóhoz, hogy az, mert valaki, nem tudom, szerintem a kulcsörgést rossz azonosította most be, és azt hitt, hogy jönnek a gazdék haza. Na mindegy. Szóval jön a húsvét, kevesebb meló lesz. Ez igaz? Ez igaz? Mikor lesz húsvét? És milyen napra esik, lol? Március, ha... tehát akkor április 1-2 lesz a húsvét? Az jó. Mondjuk az a probléma ezzel, hogy igen, ez valóban segítenie kéne, csak ugye nálunk ez úgy néz ki, ez a setup. Kicsit ezt állítgatom, mert nem tetszett már tegnap sem, csak nem volt erőm, hogy belenyúljak. Szóval ez úgy néz ki ez a setup, hogyha ilyen szabad nap van, akkor viszont, és én ünnepnap, akkor már ezt inkább a családdal van töltés, tehát hogy akkor elmegyünk ide, elmegyünk oda, hogy a többiek is, tehát hogy a babóik is kiszakadjanak itthonról jobban. Tehát nagyon ritkán, nem nagyon ritkán, de hogy viszonylag ritkábban van az, hogy azt arra tudom fordítani, hogy vegyek. Azt tudom erre fordítani, amikor ők nincsenek itthon, mint mondjuk most a héten. De guess what, most a héten beteg voltam nagyon sokat, és remélem most már kifelé jövök belőle.
Gyerekeknek jövő hét szerd az utolsó tanítási nap. Oh, good for them. Good for them. Kérdezett itt Matok Fighter. Nem akarom ignorálni a kérdésedet, de csak hogy tudod, hogy nagyon ostoba a kérdés. De több függetlenül valószínűleg téged sem érdekel a válasz. Ne haragudj. Mi a véleményed a Most vagy Soha című filmről? Teljesen mindegy, hogy mi a véleményem a Most vagy Soha című filmről. Az a véleményem, hogy nem láttam. Nem is érdekel. És akármilyen csoda, szuper, fantasztikus film túl sok pénzem ment bele. Ahhoz, hogy jó szívvel tudjam nézni. Szóval, ja, nem érdekel, de fizettem érte kurva sokat. Ez a véleményem a Most vagy Soha című filmről, meg az, hogy nyilvánvalóan most éppen Petőfit kell ellopni és kisajátítani. Na jól van, viszont ezzel nem akarok foglalkozni túl sokat. Itt vagyunk, és akkor kezdjünk is bele a kalandokba. Ugye itt van a fővárosom, és ez a terület, ez mind az enyém. Elég sok földem van. Elvileg már nem gyűlölnek. Tehát, hogy megnéz, oké, van, aki gyűlöl. Van egy Nordmarki dude, aki a riválisom is. Ő akár meg is gyilkolhat. Milcénában van valaki, aki azt sem tudom, hogy került hozzám. Igazából én nem is annyira akarom, hogy velem legyen. Milcén az jogilag hozzám tartozik, de a többi nem. Tehát, hogy ő egyébként incestuous. Nice. Nyilván nem lehet letartóztatni. Nyilván nem lehet elvenni a címét, tehát hogy nagyon sok mindent nem tudok vele kezdeni. A vazalusok többiek viszont viszonylag chillek. Azért van egy jó adag, aki nagyon gyűlöl. Továbbra is. Ki tudja, hogy miért. Szia, Csapszú, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Az igazán fontosak azok nem gyűlölnek. Tehát mondjuk pont a halicsi herceg. Úgy plusz 47 az így okés. A Galícia-Volinának a hercege plusz 100. Milcéna az, aki nagyon nem. Meg van ez a dúd. Hát akkor Milcénával javítani kéne a viszonyt. Főleg, hogy már ezt vagy be lehet fejezni ezt a viszonyjavítást. És akkor viszont neked egy szvét nyomunk. Start a legend. Igen, tudunk egy legendát kezdeni. Most ezt nem csinálnám. Mi az, hogy Gothic Kings? Hát fuck right off a legendáimból. A gótikus királyok legendája. Chieftess Signy of Lübeck az, akiről szól ez a legenda. Ő viszonylag régen meghalt. 892. Egész jó már rangod. Köszönöm szépen. Erőteljesen dolgozok rajta. Tehát 892, ez nem érdekes. Az érdekes, hogy nekem van a Consolidation of Slavic. Ezt nem akarom lecsinálni a Seller of Plenty-re. Majd a Seller of Plenty indulhat, hogyha ez a Consolidation mondjuk így visszaesik. Elvileg ennek azért még jó 100 évig, vagy 80 évig, vagy valahogy ki kéne tartania. Az, hogy ki fog-e, az egy más kérdés. De tegyük fel, hogy ki fog. Ugye a kulturális térítés az, ami most nagyon fontos. És nem is a kulturális térítésre gondolok, hanem a kultúráknak az innovációk növekedése. Azt hiszem, 10-re van szükség. Most akkor ezt megint kimatekozom, mert mindig ki kell matekozni, de mindig el is felejtem. Adopt Feudal Ways. Absolute Tribal Authority. Ugye ezt levittük múltkor direkt, de bármikor vissza lehet vinni. Nem bármikor, de lényegében igen. 70% of all military and civic tribal era innovations. 70%. Oké. Összesen van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tegyük föl, hogy 14. Ezeket nem számoljuk bele szerintem. 14-nek a 10%-a 1.4, azt visszaszorozva 7-tel, azt kapjuk, hogy 9.8. Igaz? Tehát 10. 10-re van szükségünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Most a bannuson van az exposure, de a city planningre raktam a cultural fascination-t. Így a city planning 29 év.
ezzel az uralkodóval ez nem lesz meg. De ebben a streamben ez meg lehet. Területek nagy része az lengyel. De mondjuk azért itt lehetne máshol is terjeszteni kicsit a lengyel kultúrát. Jó. Indítsuk el az időt, még annyi, hogy itt van egy háború. Az Northern Army Conquest of the Duchy of Moray. Ugye a West Francia királyát ütik most már egy ideje. Az északi kalandozók. Remélhetőleg ez akkor is így maradt, hogyha meghal, mert nagyon öreg az a király. Tehát 61 éves. Én magam 38 vagyok, az egészségem rendben van. Csak közben Kingslayer is vagyok. Inzultált a riválisom. Párbajra hívhatom. Párbajra hívom. Érdekes, hogy itt például nem használja a párbaj mechanikát, hanem csak kiírja, hogy oké, nyertél. Good. Vagyis hát éppen hogy nyertem. Neki most egyébként a presztízse ezzel lement mínuszba. Nem ezzel ment mínuszba. Lement mínuszba már jóval korábban. Nagy kár, hogy ennek kb. Semmi jelentősége nincs. Ő Righteous Ruler-nek számít, én is Righteous vagyok, igaz? Már egy ideje. Éppen hogy Righteous vagyok, 10.22, vagy 10.22, a szükséges 10.00-ból. És akkor közben itt vannak amúgy területek, amiket be lehetne... Bocsánat, amit be lehetne olvasztani. Például ő önként is dalolva csatlakozik a királyságunkhoz, vagy hát birodalmunkhoz. A másik az nem. Tehát őt esetleg a penge erejével lehet kényszeríteni. Egy Conquer County-val. Ami azért sem rossz ötlet. Ezt most én meg is csinálom. Mert nekem még van egy lehetőségem egy doménnek a behúzására. Tehát a 9/10-en vagyok. 10/10 az mehet. Teljesen fölösleges, hogy 10.000 emberrel megyek neki egyébként. Elfőtt a kávém. És érkezik egy új babóca. Ugye nekem most van két lányom és egy fiam. Tehát még akár egy fiam is születhet. Mert legalább az öröklés akkor rendben lesz. Nektek milyen volt a napotok? Így a keddetek. Nem érnem válaszolni. Tehát aki nem válaszol, az ne is egyék, vagy valami ilyesmi. Láttátok-e az új Star Wars sorozat trailerét? Közben a riválisom meghalt, az nagyon jó. Hát mert egyel kevesebb ember akarhat meggyilkolni. Honor to serve, ez jó, ez növeli a bevételt és a katonák számát is. Hosszú és fárasztó. A Fallout jelenetet láttam. A Fallout jelenetet? Mármint a Fallout sorozatból jött ki egy jelenet, vagy... What does it even mean? Ó, már nézem is. Oh. RIP nézettség. Mármint az én nézettségem. Az ő nézettségük az nagyon jó lesz. De... néván nevettől. De hogy... Jobb. Úgyhogy menjetek el, nézzétek meg. És aztán gyertek vissza, és mondjátok, hogy mit gondoltok róla. Purchase Truce? Ki vagy te? Ó, te szeretnél békét venni. Abba biztos vagyok, hogy te szeretnél. De ugye tudod, hogy de jure, te minden mérték szerint hozzám tartozol. Figyelj, kapsz... tehát igen, eladom neked a békét. És utána pedig meg foglak győzni. Ugye 250 aranyat fizetett azért, hogy békét vegyen tőlem. Én most visszafizetek 37 aranyat, ettől felmegy 100-ra a véleménye rólam. És... nem úgy alakult, ahogy gondoltam. Mi az, hogy recently waged war? Ez egy bug? Valószínűleg ez egy bug. Fantasztikus. Még egy bug, ami nem került megoldásra. Anyway.
Hogy állunk az ostrommal? Nagyon jól, van valahol megint egy halál. Jó, megint a világ másik végén, csak szarul érzékel a játék. Ritka szar. Egyébként vicces, mert ugye két dolgot kérdeztem, és nem tudtam most már több debegyére sem elsőre megmondani, hogy vajon a trailerre vonatkozik a válasz, vagy pedig a napotokra. A hosszú és fáradt szó nekem beleillett volna a trailerhez is. A ritka szar az már kevésbé. Nagyon rossz. Nagyon rossz aludtam, ez rányomta az egész napomra a bélyeget. Én is rossz aludtam. Én nem aludtam rosszul, de nagyrészt azért, mert nagyon fáradt voltam, és ugye a beteg is. De közben nyilván nagyon nehéz például úgy aludni, hogy az embernek csak nyála egyben, meg esetleg lázas is, és ezek nem voltak, úgyhogy ilyen szempontból végül is mázlim volt, és én végig aludtam az éjszakát. Talán egy pontra a macska felkeltett, hogy az úgy nem járja, hogy ő nem kap kaját hajnalban, de még ebben sem vagyok teljesen biztos, hogy ez megtörtént. De amúgy úgy hangzik, mint ami akár meg is történhetett. Igen, ő most azt hiszi, hogy háborúztunk, de hát ez fantasztikus. És miért hiszed azt, hogy háborúztunk? Azért, mert békét ajánlott, vagy megvettem a békédet, vagy elfogadtam a béke, whateverödet? Helen néven született lányom. Oké. Rakd a többi közé. Én próbáltam számítógépes távsegíteni, de bő egy év nem használat után a TeamViewer valamiért úgy döntött, hogy üzleti felhasználó vagyok, és licencet akart vetetni velem. Igen, személyes felhasználásra ingyenes. Egy ezt használják a scammerök is, és mindig ezt akarják feltelepítetni. Készítettek egy brossot, hát ha szép lesz. Ezt akarják feltelepítetni az áldozatukkal, és mindig kiemelik, hogy de azt nagyon figyeljön rá, hogy ez személyes használat. De érted, kiadja magukat a Microsoftnak meg minden, és akkor mondja, hogy okay, this is Microsoft. I download it, and this is for personal use, because you're a person. Vicces lenne, nem lenne szomorú. De amúgy elég vicces. Na, csatlakozott hozzánk Brain is. Ő az agy az operációban. Metasmith Inspiration. Hogy mindenki inspirálódva van? Regália, egy regália. Egy regália, az jöhet, szerintem azon nincsen jelenleg. Meg ugye az lenne a cél, hogy ilyen mindenfajta tárgyaink legyenek. Oké, regáliám az pont van. És pont famed. God fucking damn it. Nem baj, a többi se lett volna jobb egyébként. Nem tudok mit szólni a trailerhez egyenlőre még. Én sem egyébként. Tehát ez a I have no strong feelings one way or the other. Tehát annyira nem váltott ki belőlem semmit. Lehet, hogy te máshogy érted. De belőlem nem váltott ki semmit. Tehát nem jött az a hype, hogy úristen, let's go. De közben az sem, hogy de rossz lesz ez. Hanem csak így megnéztem, és azt mondom, hogy oké. De például Viktor azt mondta, hogy neki tetszett. Úgyhogy különböző érzelmeket vált ki a különböző emberekből. Kevésbé meglepő módon. Nem szeretnék Cold Grandeur-t veszít. Mit szeretnél? Chieftain Lorenzo. Hogy neki adjak földet? Roszlávot ráadásul? Azt se tudom az melyik. Roszláv, aha, a fővároson mellett. Miért gondolod, hogy ez egy lehetőség? Figyelj, adok neked 10 havi pénzt, az fakufoljál. Ez is kér még több pénzt. Ha egyszer belementünk, akkor már legyen. Mintem, hogy óriási belháborúk vannak a birodalmon belül, de ez nem érint engem. Illetve Kalisz nagyon rossz kezekben van. Bizánci kézben van Kalisz, képzeljétek el. Az más kérdés, nekem háromszor akkor az erőm, mint a bizánci császárnak. Ezt lehet, hogy ki kéne használni. Csak az a baj, hogy Great Moravia is ott van. Segít neki, meg Németország. Jó van akkor. Pedig elég sok problémáik van most a bizánciaknak. De egyik sem olyan, ami nagyon hátráltatna őket valószínűleg.
Nem tudom ez, hogy jött össze. Valószínűleg ilyen örökléses tingi-tingik. Nem tudom. Ugye itt szétdobálták, és azért mentek szét a területek. Itt például német terület volt, Spoleto, stb. Valószínűleg a Spolettónát. Mert hogy ez egy Crusader state lett. És... jó, az a kuzinom, ez nem én vagyok, kicsit megijedtem. Szóval ez egy Crusader state lett. És a Crusader state-ek azok úgy működnek, hogy elvesz minden földet attól, aki ott van. És akkor persze a király címet az azt kapja meg, aki nyer. Aki a legtöbbet rakott bele a buliba. Viszont az utána a hercegi címek is kiosztásra kerülnek. És ott meg a második, harmadik, sokadik helyezettek. És ezért ott olyan karakterek kapják meg, akik amúgy nagy uralkodó családnak a tagjai más országban. Francia herceg, olasz herceg, stb. És utána onnan nagyon egyszerűen előfordulhat, hogy egyszerűen csak kiöröklődik az a föld. És akkor már is mondjuk a francia birodalom része lesz, vagy a német birodalom része lesz. Itt valószínűleg a Spoleto kavart be, hogy ott elvették tőle a bizánciak, vagy Szicília, vagy nem tudom mi történt, de szuper izgalmas, hogy az országom közepén van egy bizánc méretű folt. A bizánc, aki... Igen, tehát a szicíliai királyság alá tartozik. Úgyhogy itt ment valami félre. Creative Direction. Command respect from my underlings. Oh, ez tyranny modifier. Én nem erre gondoltam, hanem prestige-re, nem mindegy. Vagy vélemény plusz. Az is jó. Az új pátriák a Sinehelmnek hívják. Nem tudja, tehát abszolút semleges velem. Vagy felém. De akkor azt jelenti, hogy nem ad pénzt, igaz? Dangerous Faction. Duke Hadulfot akarják megint ráültetni a trónra. És ha én nem akarom, nincs olyan, hogy vétó. Neked egy kis pénzt, ha küldök. Oh, közben Charles fuck a fault, vagy ez... Jó, oké, vidd a pénzem magaddal. Fucking piece of shit. Hát ekkora egy vankert, öcsém, nem hiszem el. Tehát lenyúlta a pénzt, és itt lelépett. Hogy ja, már én nem lakok nálad, akkor gondolom meg se kell, kell készítenem azt, amivel megbíztál, igaz? Hát nem igaz. Nagyon-nagyon tévedsz. Ne haragudj, de... Elég gáz. High Chieftain Alexei egy darabig börtönben volt, akkor azért nem csatlakozott még a frakcióhoz. Úgyhogy itt az előbb fizettem az halicsi hercegnek némi pénzt. Már is jobban kedvel. És most már 80 felé ment így a vélemény, úgyhogy nincs benne a lázadásban. Abban a lázadásban, ahol harmadik Hadulfot akarják a türingiai herceget behívni, hogy ő legyen a király. Vagyis hát császár. Így is mondhatjuk. Szia, Slam King. Vassal killed in siege. Oh, no. Nem ő volt az előbb, akit... Nem. Csidmos Tisno. Jó, ő nem számít. Mármint nagyon szomorú. De nincs sok jelentőség ennek az embernek. Russian Catholic. Még a vallás kéne amúgy kicsit terjeszteni. Meg én úgy emlékszem úgy, hogy... Rosszul emlékszem. Közben elkészült a... Jogar. Famed. Fantasztikus. Tehát ez a része nagyon tetszik. Az a része kevésbé tetszik, hogy mindegyikből itt kéne, ebből a három, négy dologból kéne egy Famed, és most van egy kategória, amiből van kettő is. I mean, come on. Mondjuk azt hiszem jobb, mint a mostani. Tehát így jelentősen. Ez a Dynasty Opinion, de
Ez meg Tyrannilosz. Jó, legyen ez, használjuk ezt. Számít a különbség. Ugye az a nagy probléma, hogy ez a dude. Oké, most már veszek, ha most fiam születik, akkor felrakom a Chastity Beltet viszont. Mert azért nem akarom, hogy szétszaladjon a birodalmam. Most szépen minden egy kézbe megy. Szóval az a baj, hogy ez az ember, ez learningben nem túl erős. Márpedig a learning határozza meg azt, hogy milyen gyorsan terjed a kultúra. Közben impostor szindrómám is van. Biztos, hogy nem akarom ütni magam. Megpróbáljuk máshogy elintézni. Rengeteg pénzköltése lehet például ezt. Úgy. You are no longer overwhelmed by stress, és akkor így viszont le is ment. Ó, akkor eddig jó volt, hogy stresszem volt. Várja. Mert... Aha, oké. Hát ez nem jól alakult. De lesz ez jobb is. Ugye 10/9-en vagyok most így. Túléptem a domain limitet. Mert van egy tárgyam. Ez a Lucky Saxon Coin. Ez ad egy darab stewardship pontot stressz szintenként. És úgy látszik, hogy csak az hiányzik ahhoz, hogy meg legyen. Közben megörököltem megint valamit. Mazóviát. What the fuck is a mazóvia? Mazóvia, aha ezt. Igen, ezt a földet, ezt már oda szántuk valaki. Nem ez volt az elátkozott, a plokk? Nem ez volt, hogy mindig meghalt a csáva, akinek odaadtuk ezt? Vagyis bárkinek adtuk oda, mindig meghalt. Ez a zöld sárkány, szerintem ez volt az elátkozott föld. Mármint kivéve, hogyha azt kérdezi, akinek pont adjuk, akkor nincs elátkozva. Nem tudom most kivel volt. A zöld sárkánnyal háborúzunk, akkor mégsem az lett volna? Különös. Roppant különös. Jó, ne menj már el, légy szíves, mert fontos beszélni valam van veled. Na, úgy. Most, hogy sokat szenvedtem itthon, meg sokat feküdtem, meg minden. Elővettem a Steam Deck-et. Néha előszoktam, nagyjából csak azért, hogy beupdate-eljek a dolgokat rajta. De most így aktívan elővettem, kicsit megint mókoltam vele. És... Ki vagy? Mármint szívesen, tehát te ki vagy? Ó, oh, persze. Viheted a békédet magaddal, Isten hírével. Itt pedig megyünk a Divide and Attention felé, mintha nem lenne holnap. Jó. Szóval elővettem megint. Fiam született, Imrának hívják. Nagyszerű, ennyi fiú, ez így pont elég lesz. Akkor viszont az újonnan készült... cuccmót, ezt levesszük, ezt a regáliát, mert ebbe a slotba megy a Chastity Belt. Úgyhogy most se ki se be. Úgy is sokáig tart ostromolni ezt az erődöt. Pedig van ostromgépeim is, nem? Van hát. Akkor mi tart eddig? Idegesíts már. Ki akarja megint ellopni a pénzem és mire? Weave Inspiration. His skill is legendary. Jaj, ezzel mindig behúzzol ezekkel a nagy ígéretekkel. Szóval a végén mindig kiderül, hogy nem addig a... Nem olyan, nem messzik a forrónakását. Achieved a Sparring of Nordmark. Hogy nem közvetlen vazolosan, miért dedikálnám neki? King Savary már mindjárt meghal. Miért dedikálnám neki? Jézusom. Szóval elvettem a Steam Deck-et is, és ugye most így sokat gondolkoztam rajta, hogy milyen játék
játékot vegyek, mert gondoltam, valahogy úgy éreztem, hogy kéne valami új játék. És most óriási hype van ugye a Helldivers körül, meg ott van az Elden Ring. Az Elden Ring amúgy valamennyire kompatibilis, sőt azt hiszem nagyon sokan játsszák a mi Steam Deck-en. De én úgy éreztem, hogy valahogy az így nem. És azt drágálottam is, őszinte leszek. Úgyhogy kerestem egy játékot, amit így tényleg csak annyi, hogy így lefekvéskor nyomsz vele egy-két kört, vagy valami ilyesmi, játszol vele egy picit. A Vampire Survivors az ilyesmi egyébként, de azért az nem... Az kicsit más kategória. Kicsit valamilyen feel good-abban gondolkoztam én. És tektáltam, kezétek el, vettem egy játékot a Steamen én. Nagyon ritkán szoktam játékot venni. És vettem egy indie játékot, ami eléggé kicsekkolja ezt, hogy sokáig lehet játszani, de amúgy kis lépésekben, mókás, ilyen pozitív, színes, vibráns, stb. Úgyhogy... Úgyhogy azzal már játszottam is kicsit ilyen pihenésképpen a Steam Deck-en. Biztos ismeritek, mert ennek volt valami hype-ja valamikor egy éve, amikor megjelent. Most már nincs akkora hype-ja nyilvánvalóan. Ez a trónörökösöm. De minek tanulsz most? Marshall. Oké. Okay. Jó lesz végül is. És az a játék, amit megvettem, az a Dave the Diver című játék. És ugyan 2 órát játszottam már vele, és mókás egyébként. Tehát nagyon jól kicsekkolja azokat, amikre is gondoltam. És nagyon jól fut nyilván Steam Deck-en, mert hogy persze, hogy jól fut, kinyépíton is jól fut szerintem. Nem kellett volna a stressz, de kellett volna a stressz. Csak elfelejtettem, hogy most a stresszre megyünk rá. Egyébként jól látom, hogy megkopaszodott a karakterünk. Mutassad a hajadat. A hajad helyét. Clothes. Headgear, vagy headwear. Ah! Húzódik hátra neki a homloka. Egyre magasabb a homloka. Micsoda jó kis kalapot lehet itt rápattintani. Csávókámra. Szóval ja, kopaszodik rendesen, azért sokat volt stresszben, az tény. Tudsz rendelni egy CK3 az olyan módot, amit csak kozmetik és csak szebb tőle a játék, de most semmi se változtat? Nem. Szerintem ez nem így működik. Ilyen shader módokat érdemes amúgy nézni, de szerintem nincsen igazán jelentős shader mód. Stílusosabb lehet a nagy tehát a térképet lehet lecserélni egy másik típusúra. Ugye ezt a térképet, ami innen látszik, ezekből a távolságokból. Innen nem, azt hiszem innen. Ezeket le lehet cserélni, de hogy sokkal erőbb nem leszel vele. Elvileg kaptam legitimációt. Meg bezártam a zöld serkenyt a bőribe. Nem tudom, te mit tettél ellenem. Szerintem amúgy semmit. Meg tudom vakítatni. Még nem vakítattunk meg senkit, pedig része a kultúránknak. Ettől függetlenül én ezt most elkérem tőled. Thank you. És most megvakítatunk. Ez kicsit bestresszít. Okay, let's go. Megvannak az okaim. Igen. Konkrétan... Hey! Ho! Nem is vakult meg. Hát ott van a szeme világa. Miért mondod, hogy megvakult, amikor nem vakult? Fucking hell. Mindegy, mennyire Isten hírével. Szóval az volt az oka, hogy megvakítattam, hogy növekedjen a... Hogy több földem lehessen. Hosszú történet, röviden, azért vakítattam meg, hogy több földem lehessen. De arra egyszerű. Akkor ide... Ha behozlak... Arra... téged, akkor titeket ki kell cserélni. És egy 8-9 helyett lesz egy 11-13. Továbbá nem akarok stresszelődni. Bár a hajamnak így is sanyi.
De mindjárt elkészül az a fantasztikus szőttes. Hát nagyon kíváncsi leszek rá. Ja, most 12-10-ben vagyok. Két földet is oda kéne adnom valakinek. Hiking Martin's Tapestry. Powerful Vessel Cancer Test Contribution plusz 3%, Cold Granger bónusz plusz 3. Hát ez tényleg, ilyenre párja nincs ennek a szarnak. Ki se tudom rakni sehova. Legjobb szőttes ever. Na azért csak kirakom, ha fizettem érte. Vagy megtartom simán a földeket. És hát előbb-utóbb ugye meg lesz a szükséges perk, ami pont plusz 2-t ad. Sok barátom van, de kevés ajándékkal jönnek. What the fuck? Énekli Anasztázia. Érzelmektől csuklik meg a hangja. Elhajítja a vendégem a dalnok, whatever hangszert. Elég volt bzergből. Nincsen semmi fajta komfort itt. Azt mondja, hogy foglyul van ejtve. De hogy vagy lányom? Hát menjél, ahova akarsz. Segíthetek? Kérdezem 65 aranyért. Vagy megtaníthatom a helyére. És lojálissá válhat. Na, meg próbálok rajta segíteni. Sikerült? Nagyon szeretem, mikor egyes események csak így... megtörténnek, és így... semmit nem tudsz utána róluk, hogy... most akkor mi van ilyenkor? Antikost azt viszont... elkezdek így embereket dolgokra használni. Kortyútól. Tényleg a gyereket akartam tanítani. A trónörökös azt így tanítja bárki. Nem, remek. Akkor majd én. Úgyis, hát mondjuk ő marsa dolgokat akar tanulni. Én meg azt annyira nem tudok. Oké, meggondoltam magam. Más neveljen téged. Valaki, aki... Wulfhelm Randolf. Na, ő. Food tastert kijelölünk. Master of the Horse. Master of the Hunt. Royal Architect, bár egyszer... téglát nem rakunk rá egy másikra. Tehát, hogy semmit nem építünk, mert hogy minek? Azt hiszem... Ugye jól gondolom, hogy minek? Mert hogy... nincsen igazából... értelme építeni. Úgyis, hogyha feudalizálódunk, akkor elvész minden, amit építettünk. Vagy valahogy átalakul? Mennyire csatlakoznál? 23 arany. 18 arany. Nyertél. Spitnyev. Szia Marci, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Milyen volt a napod? Ez a... oké, ez... Sure. Secret Exposed. Remek. Hogy állnak a vazallusaim? Velícia. Ó, hogy te egy ilyen fontos vazallus vagy. Hát akkor nem kellett volna csinálnod azt a csúnyát, amit csináltál. Úgyhogy légy szíves, ebből tanulj. Köszönöm. És akkor én ezt kiosztogathatom valaki másnak. Most már kezd ilyen Észak-Korea taktika szinten lenni, de jó lesz az. Megúgyatok. Már osztom is. És akkor lengyeleket fogok kijelölni ezekre a helyekre. Annyi, hogy... wrathful, paranoid, deceitful. Szia, macigép. Szép estét.
Shy, Paranoid, Honest, na te, tökéletes leszel ide Verlébe. Meg a High Chief Dome-ot is te kapod meg. Enjoy. Velícia új ura. Stanislav. És akkor nekem kellene még... Korona, meg hasonlók. Igaz? Spear song is made into a cult artifact and will gain the grandeur modifier. Sure. Spear song artifact. Jó, oké, persze kirakjuk a hűtőszekrényre. Nagyon szép lett. Zsebura piaszt. Valahol Szegrővégről rokonom. De meg ne kérdezzétek, hogy hol. Vagy hogyan. De itt olyan üres a tróntermem, szóval a Spears Song az jöhet is rögtön ide. Közben, bár nem annyira releváns ez a hír, mint általában, de érkezett a friss hír, hogy Babó elaludt. Úgyhogy jó éjszakát, Babó, jó pihenést. Tegnap fél hétkor feküdt le. Ma hétkor. Ami nagyon jól hangzik. Artisan Inspiration Sculpture. Oké, Sculpture-re nincsen szükségem. Úgyhogy nem is fogom ezt fizetni, fuck off. Tehát, hogy nagyon jól hangzik, hogy a babó az elalszik fél hétkor. De hogy a bizisten, hogy fel fog kelni a hajnal közepén. Konkrétan elaludt fél hétkor, és felkelt hajnali négykor. És nem az, hogy felkelt, és akkor kicsit eszek, kicsit iszok, visszaalszok, hanem a felkel, és így várja, hogy akkor őt tessék elkápráztatni. Elmondások alapján. Az iráni DLC mennyire éri meg? Mennyire akarsz Iránban játszani? Vagy Perzsiában? Vagy ezen a részen? Mert hogyha semennyire, akkor semennyire. Ha nagyon, akkor nagyon. 100%-ban ettől függ, mert ez egy olyan pak, ami sehol máshol nem fejti ki hatását, csak azon a részem. Igen, te vagy az, aki... Igen. Tőled elvettem földeket. Hát, ez szomorú. De legalább most kiválthatod magad pénzért. Szóval végül is... Nyertél? Végül is jól alakult a számodra minden. Veled mi a helyzet? Te akarsz már csatlakozni? Ez a csáva az egyre messzebb van a csatlakozástól. Tehát, hogy... Dude... Recently waged war. Azt se tudom, mikor a háború szomut érne. Ne idegesíts már. Én próbálok itt barátságos megoldást találni, de láthatóan nem vagy erre nyitott. Most nézem úgy, hogy tök rossz helyen van a fővárosom. Ugye nem Szilézia, hanem Opalániában van a fővárosom. Ez amúgy nem... Nem nagy gond. De nem is jó hír feltétlenül. Már áthelyezni nem tudom, mondjuk Wroclawba. Igaz? Nem, már nem tudom, majd a fiam tudja átrakni. Szilézia, tehát ezek kellenek nekem, ezek a földek. Milic, hogy még nem tartozik oda. Grünberg. Sviebodzin. Legnica, Wroclaw, Premskov és Protava az megvan, aztán nincs probléma. Vagy alternatívaként, hát akkor lehetne Opolánia. Várj! Opolánia nagy részét nem birtokolom. Mármint nagy részét birtokolom, de a herceg még nem én vagyok. Ha létrehozom a hercegi címet, akkor nyilván egyel több hercegi cím, bruhuhu, de akkor most már neki dejűre vazalusra vagy főnök vagyok, és abszolút leszarja. Ez fantasztikus. Ó, te most miért utáltál meg? Domain Duchy is over domain limit. És ez a kettő már elég ahhoz, hogy a nem tudom, 100 az lemenjen, nem 100, de valahogy 80 körül volt, lemenjen 11-re. A domineket mindenképpen megtartom. Make no mistake. Lehet, hogy hiba volt létrehozni a hercegséget. Mazovia? Igen, Mazovia tudom miért van nálam. Opolánia, Mazovia és Polánia is kell.
Nagyon szerte vannak a földjeim. 12 per 9, hát az sok. Vlodzimierz, hát én odaadom valakinek, például arra nincsen szükségem. Egészen biztosan. És a Vlodzimierz hova tartozik? Voliniához. Voliniának nem én vagyok az ura, de aki az ura, annak oda tudom adni. És akkor ő nagyon kedve, bár ő eddig sem volt probléma szerintem. Hirtelen, hogy előjöttek a Woodworkből. Jó, téged megzsarolunk, mert láthatóan igényled. Bár nem fog számítani. Nagyon kevés contributionja van, 2,5%. Elfogadta? Várj, elutasította? Nem, elfogadta. Hook. De ezzel nem kéne, hogy ki... Hogy kimenjen a factionből? Ennyi hobby. Az ívás az új hobbi? Ez nem magzik annyira jó ötletnek, mint annyira tűnik első körben. Hidd el nekem. Most szólok. +11/9. Ó, miért mentünk már legint le per 9-re? Várj. Miért mentünk le per 9-re? Oké, azt odaadtam, azt értem. Sziakszútnak mi a helyzet, tök, hogy itt vagy. Értem, hogy csak azzal nem lázadhat. De a kérdés ugyanaz. Miért? That don't make no sense. Ó, nyilván az a csávó halt meg, akinek most adtam földet. Mármint most lettünk jó haverok, mert odaadtam neki a vazalust, aki jogánál fogva járt neki. Adjuk már csatában meghalni. 75%, tehát 5%-kal van a threshold felett. 17 hónap. És ez a vanker, ez ugyanúgy benne van például. Drained by mosquitoes. Helyes. Csípje neki szét a szúnyogok, te abszolút idiot. Ez 2,5... Ez már megint háborúzik, hát nem hiszem el. Persze, hogy nem ennék. Szóval... te. Mit szólsz egy kis aranyhoz? Semmit. Vagy hát annyira nem hagyja meg, mint amennyire szeretném. Nyomorult van itt az országomban. Hogyha meg lenne az a perk, ez, nem is ez, ez, akkor már nagyon jó lenne, bár ez is elég az adminisztrátor. Jó, következőnek megveszik az adminisztrátort, azzal meg fog nőni a holding száma, közben Kingdom of Bavaria, itt Bohemia, Great Moravia, itt történtek dolgok. Szóval az segíteni fog, mert akkor nem egy-kettővel leszek túl a dominométer, hanem csak egyel. De ez mondjuk nem elég. El tudom orozni a bohém király címet. Oh! Luzácia megkapta, megszerezte magának Bohémiát? Ha! Oké, mi van, hogyha odaadom neki a bohém király címet? Tehát én létrehozom. Ő valószínűleg nagyon ideges lesz emiatt. De annyira nem. De arra tudom neki az egész, tehát hogy Kingdom of... High Kingdom of Bohemia. És akkor plusz 30 vélem... plusz 60 vélemény. Plusz 63-ra fel is mentünk. Ő mondjuk szerintem pont nincsen benne lázadásban.
De ezután ne is legyen benne. Viszont összement szerencsére a lázadás, vagy csak én lettem nagyobb. Én nem szerettem annyira ezt a brute force-olást. Én nagyon szeretném, hogyha amikor van olyan paradox játék, ahol működnek a dolgok anélkül, hogy kardot fel kéne kapjad. És kicsit rossz, hogy például a Victoria 3-ban ez nem érvényesült annyira, mint ahogy ígérve volt, de közben néha előfordul. De itt aztán meg végképp, ha lehet, akkor inkább mind maxolom, vagy megpróbálom ki mind maxolni, hogy oldjuk meg barátok között ezt a problémát. És most már sikerült. Hát, szó-szó. Aztán mindjárt beleáll a hátamba a penge. Ránézek a hajra, mert az észre fontos, nem a haj, de azért let's be honest, pretty fontos az is. Ez nem az egyik legszebb karakterünk, de nagyon lengyelnek néz ki, szóval jó az úgy. Mikor összeöldök innen a Bohemia, Create a Kingdom of Sorbia. What the fuck is a Sorbia? Az is nálunk van. Azt meg gondolom Milcéniának kéne odaadni, aki azért utál, mert Chozebuts hozzá kéne tartozzon. What the fuck is a Chozebuts? Valami rákok élnek ott. A rák népség probably. Jó, hát nekem az ember nem kell. Felülem viheted. Tessék, enjoy. Az egy problémás vazallus volt. Aki meg a Master of Horse, Master of Hunt, tök mindegy. Problémás volt, és ez az, ami számít. Bárki lehet a lómester, bárki lehet a vadászmester, bárki lehet frusztrálóan bosszantó, de most ő volt az. Szóval szépen teszik itt a dolgaikat egyébként. Itt a törzs tagok. Annyira amúgy nem érzem például ezt a különbséget, hogy ugye elvileg én most ilyen törzsi vagyok, meg whatnot, de nem érzem ezt a különbséget. Hogy nagyon máshogy játszanik, mint egy király. És ez óriási hiba szerintem. Legalább annyira el kéne térnie a különböző... Oh, egy nagyon okos ember meghalt nálunk, úgyhogy most egy csomó tisztség felszabadult. Szóval legalább annyira el kéne térnie a különböző... ennek a három létező, most játékban lévő államformának, mint... nem tudom, a StarCraftban a fajoknak. Tehát ezeknek nagyon durván el kéne térniük. És nem térnek el szinte egyáltalán. Minimális módosítók meg. Oké, most az Ikta az egy kicsit, vagy a klán, vagy akárhogy akarjuk hívni. Picit más lett, de még így is csak ugyanaz Pepitában. Nincsen akkora hatása a gameplayre, mint ahogy gondolnád. Mondjuk ezzel itt, ezzel a csikófarokkal lesz majd problémánk. De majd... majd erről beszélünk, hogyha jön az ideje. Most egyenre örülök, hogy itt Bohémia miénk meg minden. És közben megint nagyon stresszeltem, mert meghalt a barátom Vladislav. Oké. Okay. Confider. Ugye az mindig oda vezet, hogy titkok derülnek ki. Hát van pár titkom, ezek akár ki is derülhetnek. A kövi kieg a bizánci foglalkozik majd a birodalmakkal, hogy más legyen, mint a királyság. Persze ez nem az, amit mondasz, legalább valami. Szerintem nem. Szerintem a következő... Szia Torvald, hello Turul nemzet. Szerintem a következő DLC, az ami a bizáncit, amit mondasz, az nem ez lesz, hanem az konkrétan a bizánci államigazgatással fog foglalkozni. És csak azzal. Tehát
persze majd lesz lehetőség valószínűleg más birodalmakkal is bizánci adminisztrációra váltani, de nem a by default birodalmakat fogja megváltoztatni, hanem csak létrehoz egy ilyen imperiál birodalmi mechanikát elméletileg. Mi van már megint? Aj, haver. Suspicion. Nem csináltam semmit. Miről beszélsz? Ja, a játszható föl nélküliek. Igen, igen, azok lesznek. De hogy ez nem változott azon, hogy van itt vannak a hordák. Csak itt úgy hívják őket, hogy... hát, hogy törzsek. Törzsek? Várj, külön dolog a törzs meg a horda. Azt hiszem, igen. Governments. Nem külön dolog. Tehát van az a tribal, ami régen volt a horda. Tehát régen volt 4. Jó, ha számolunk a DLC-ket, akkor 5. A feudális, ikta, törzsi és nomád. És utána voltak a köztársaságok. És most igazából ezt lecsökkentették 3-ra. Tehát az, amikor valaki törzsi, az ugyanaz, mint amikor valaki nomád. És akkor ez fog kiegészülni egy imperiállal, majd itt a DLC-vel valószínűleg. De ez mindig azt jelenti, hogy mindig nincs rendes reprezentációja a nomádoknak. Ez a csáv nem akar meghalni, mert nagyon kezd idegesíteni, hogy abszolút ok nélkül gondolják, hogy neki joga van a trónra. Bár valószínűleg egyébként itt az történik, hogy ők csak bárkit szívesen látnának, csak engemnek kelljen a trónon látniuk. És megtalálták ezt a jóskát, akinek van igénye. Valahonnan. Az ő anyja, High Chiefess Emma, vagy az apján a türingiai grófonát. Na mindegy. Szóval, hogy találtak valakit, akire így rá lehet kapaszkodni, és most próbálják őt tolni. De ez attól nem lesz még egy jó ötlet. Ja, ennek küldtem ugye egy csomó pénzt, és így elszállt, mint fing a szélben. A közösség nem játszható. Igen, csak a CK2-ből indultam ki, amikor meg játszható volt. Tehát az, hogy eredetileg hány volt, azt úgy értettem, hogy a CK2-ben hány volt. Vordi... Éj... Már hiányoztak ők nekem. Megjöttek a Northmenek, ami nem lenne gond, hogyha ezek a vankerek nem akarnának lázadni. Muszáj leszek ezekre ránézni, hogy mit lehet velük kezdeni. El lehet-e valakit rejteni? Valahova. Te ki vagy például? Chiefdom of whatever. Ja igen, igen, tudom, te ki vagy. Jó. High Chieftain, azaz King. Ez az Archambóval is csak a baj van. Nem csodálom, mivel van törve az orra. Mióta megy a játék. Tehát azt lehetne, hogy mondjuk Polániát vagy Mazóviát elengedni. Akkor már inkább Mazóviát, igaz? És azt odaadni valakinek, csak 11/10 vagyok. Kölös hiányzik. Nem számít, mert a hercegségből úgyis túl sok van. És ha elpusztítom a mazoviai hercegséget mondjuk, vagy a polániai hercegséget, az abban elég sokan élnek ott. És mindenki veszít 25 véleményt velem. Tehát ez a jóska, meg ezek a jóskák. Mondjuk ezek így se kedvelnek. Zakro cím. Itt csak ő nem kedvel, hogyha például ezt a címet elpusztítom. Akkor ez a mazóvia szerintem mehet a levesbe.
És persze veszitek vele legitimációt, de abból van most elég szerencsére. Tehát van 1097 legitimációm. Most elvileg ezzel, közben itt... West Frankia keményen elvesztette azt a háborút. Regália. Már van regália. Regáliám. Légy szíves, ne akarj regáliát, mert felruglak. Bármi más, csak ne regáliát. Könyörgöm. Tehát, hogy jöhet a kard, jöhet a páncél, jöhet a korona. Regáliát nem kell már készíteni. Na, kicsit boldogabb lettem mindenki. Egyáltalán nem. Óradásul ez a ember bennül a tanácsomban? Jó, hát ideje, hogy ne üljön bent, főleg mert... Tesóm, a tesóm az nem számít, ő nagyon gyűlöl, meg ő a riválisom, ugye? Viszont ő nem tud ellenem semmit tenni, mert szövetségesek vagyunk. Tehát akkor az Eudes fogom beültetni ide a tanácsba. Nem egy elképesztően okos Stuart, de jobb, hogyha jobban vagyunk. És ezzel mondjuk nem fog felmenni még eléggé a vélemény, de talán időben igen. Mit csinál most a Foreign Affairs? Egy nagy lópikulát Foreign Affairs. Sürgősen javítsd a véleményeket, légy szíves a belső emberekkel. Mennyi idő még a lázadás? 6 hónap, viszont határértéken van. Sajnos a határértéken már ketyek felfelé. De éppen hogy. Nem éppen ugyanúgy tehetek felfelé, de hát ha lejje fog menni. Orosz hercegség, francia hercegség, a nagy lengyel birodalmi tanácsban. Nice. Ja, nem egyszerű. Na megjöttek az északiak. Akár fizethetnék is nekik, hogy fakofoljanak. De egyszerűen csak verem őket, tehát hogy jöjjenek nyugodtan, nézzenek szét, és ha készülnek, akkor elvágom a torkukat. Velem lehet beszélni. Ugye mit akarnak? Ráadásul ezt a részt akarják, ezt a No Man's Landet. Igazából azért még harcolni is kár, de mégis kardot hordunk. Felcsatoljuk a kardot, azt let's go. 15 000 jó levente megy védeni a hont. King Stefan Sword has low durability, ezt megjavítjuk. I feel lucky, I sure do. Failed Hegel. Quails Axel Gem, hát ez remek, köszönöm. Mindig is egy ilyet szerettem volna. Na, sikerült megegyezni, hogy mégsem lesztek abszolút fucking piece of shit-ek. Remek. Vagy legalább addig álljatok le, amíg én így visszaverem megvédem a hazánkat, a birodalmunkat, és aztán utána lehet megint ugrálni, meg kellemetlenkedni. Egy baj van, hogy nem látom, hogy hol jönnek ezek a piece of shit Northmenek. És ez a sereg... Hát ez nem a mocsárban fog jól lakni. Ezt ilyen nagyon sok részre kell osztani, hogy ez ne hajon éhent. Jó ég. Jó, hát most muszáj ezt megcsinálni. Mocsár. Az otthonomról beszélsz. Hagyjad már. Van szó mocsár, always a mocsár. Jó, ki van még itt? Ó, fogalmam sincs, kik azok, akiket már mozgattam, úgyhogy most egyenlőre ennyi. Szóljatok, hogyha valaki kimaradt, mert biztos, hogy kimaradt valaki. Lehetem, hogy megjöttek a Northmenek. Hát Istennek, pont amikor szét... Fucking piece of shit, mindegy. Szóval még azzal tudnék segíteni talán, de ez mindig visszafelé sül el, hogy meghallgatom az embereket. Mondjátok! Mondjátok, mi van! Na hát, tessék, látjátok? Ezért nem csinálunk ilyet. Mert amint előhozom ezt az opciót, upti-dup, az összes piros szöveg, amit el tudsz képzelni, itt van, tessék, egészségedre.
Ki az a Duchess Feverona, vagy kicsoda? Ő elvileg nem tért meg. Turovból. Ő nem is fog megtérni, ezt most mondom neked. Hát persze, meg lehet próbálni. Refuses to convert. Remek. Nagyon jó. Stresszet is kaptam. Ez nagyon megérte. Crop sharing system. Yes, bár a development first, az alapvetően yes. A feast under your name. Hosting a feast in the near future will yield the gravel of court grandeur value. Tehát most tartsak majd egy feastet. Jó, mindenképpen. Mindenképpen. Megünnepelni a győzelmet, majd tartunk. Simán el fogom felejteni. Látjátok, hogy kicsit mestresszeltem? Látjátok, hogy felment 288-ra stressz? És ez Sever Penalty-t jelent az életemnek? Csak azért, mert tartottam egy, azaz egy darab meghallgatást az udvaromban? Hát mi a vihar? Mi a... És még csodál, hogy az ember nem használja az új funkciókat. Hát miért használnám, amikor büntet? Nem azt mondom, hogy csak nyerjek vele, mert az meg pay to win. De ez... ez kicsit a másik irányja esetleg a... Lósznak. Jó, hegynek felfelé támadunk. Véletlenül a Chieftain Hutto vezeti őket, akiről azt kell tűnni, hogy eltört az orra. És ez remélhetőleg csak a problémájának a kezdete. Hát viszonylag vissza tudják őket verni gond nélkül. Amúgy nem kapok most feladatot arra, hogy tartsak egy feastet, akkor is kéne tartani egy feastet. Ez gyorsan megvolt, megint nem kapunk érte semmit. Cool. Mert hogy annyira bestresszeltem, hogy ezt máshogy nem lehet bírni. Sima feast. És ezt tartsuk. Hát én nem akarok sehova menni, úgyhogy itt a nagy teremben legyél kedves megtartani. Cél a recreation, abszolút. Prestige, az annyira nem fontos. Már exalted vagyok. Inkább az opinion, tehát aki eljön, az érezze magát jól. Ezek nem kellenek. Jó, most nem is állítottam be honor guestet vagy kit. Mert azt láttam, hogy ez nem volt túl jelentős. Ez gyors volt, ezt most speedrunning percent, ezt letoltuk. Azzal vagy csak, hogy nem jár érte pénz, miközben egyetemen úgy van, hogy kéne, hogy járjon érte pénz. A Chastity beltem nincsen túl jó állapot, mondjuk ezt meg kell javítani. Szerintem darabig szeretném használni. Ezt a Quaze Action Gemet, ezt én elpusztítom. Lehet, hogy majd lesz olyan, amikor hasznosnak bizonyulhatna. De nem fog. Szerintem amúgy ez a béke, tehát amíg tart a béke, addig ő megtartja ez a Robin Fields bosson ezt a módosítót a véleményre, hogy... Nem is itt, bocs. Amikor mondom neki, hogy vazalizálódjon, hogy recently waged war. Oké, megint a világ összes stressze. De várj, most én mindenképpen stresszelni fog. De meg fog halni stresszben. Jézusom! Azért, mert valaki barátkozni akar, és én meg... És én így flat meg fogok halni stresszben. Nem az van, hogyha eléred a hármas szintet, akkor azonnal meghalsz. Mit a hármas szint? És nem tudok semmit mondani rá, amire nem stresszelnék. Ide jött ez az abszolút fucking vanker. Ez a randó Litvániából, valami vazal, király vazalusának a vazalusa.
És azt mondja, hogy legyünk ma barátok. Én meg így... Nem! Elég volt! Ez az utolsó csap a pohárban, és én meghalok. Hagyj békén! You have been overwhelmed by stress. Jó, még nem haltam meg. 3/3. You are already at maximum stress level. És hogyha ez, ebből szűrjük 400, akkor ideg összeomlok, és veszitek 100-at. Jó, tehát akkor nem lehet meghalni. Jó. Vagyis meg lehet, mert ugye itt kapok már egy durva büntetést arra, hogy 3-as stressz szinten van. Az egészségem szar. És nem tudok beszélni konfidenttel, és nem tudok donételni, mert ülök a nagy teremben, és várom, hogy jöjjenek az emberek 13 nap múlva. Mondjuk a feleségem már elkezdte a partit. Tehát, hogy ha van parti arc, akkor az a feleségem. Ő nem várta meg, hogy érkezzen más, és meg, hogy elkezdjük hivatalosan. Azonnal elkezd táncolni, mintha nem lenne holnap. Ropjad, Katriona. Ropjad, mintha nem lenne holnap. Na jó. I am unworthy. That's it, I abdicate. Te most lemondhatnék gyakorlatilag? A fiam 14 éves. Nem. Ez ilyen nagyon durva, tehát hogy vagy az egész kincstárat szétosztom, vagy hát presztízset veszitek, és minden udvaroncom 40 véleményt veszít velem kapcsolatban, vagy lemondok. Hát nyilvánvalóan ezek közül csak a középső az opció, de ez a 40 vélemény minden udvaroncra, ez egy nagyon rossz dolog, mert ő belül szokta kikerülni a gyilkosok. Hál' Istennek egyik nagyon kedveltek, szóval most ez kicsit elnézik nekem talán. De ez nem vicces. Na jó, oké. Most akkor rámegyünk a stresszvesztésre. Ez azért jó, mert itt amúgy minden vendéggel lehetne 20 véleményt kapni. És arra nagyon nagy szükségem lenne. De közben arra is nagy szükségem van, hogy veszítsek 140 stresszt. Jó lesz most a 21 stresszvesztés. Így is lementünk első szintre. Nagyon jó. Oké, és ez még csak az első volt, tehát hogy le lehet majd csökkenteni még a stresszt. Rest Entertainment, Medium Boost, Stress Gain minusz 20%, szuper. Most az egészségem talán helyre jött, igen, most már fine. Harcolunk az elfogyott italok ellen. Mármint, hogy hamarabb elfogyott az ital, mint a kedv az itali vására. Wilhelm Randolphnak, aki a High Almonerem, aki van egy szeretője, az antikosom is egyébként. Szeretője nem más, mint Dagas. Ő a... elég messze lakik egy szeretőhöz képest. De ha nektek működik, akkor... én nem mondok semmit. Véget ért a... ünnepség, mindenki hazament, mindenki nagyon jól érezte magát. És akkor most már menedzselhető szintre került vissza a stresszem, hál' Istennek. Jó, hát ez közel volt, nem fogok hazudni. És akkor megkaptam a 10 Code Grandjoy-t, amit ígértek. Hát most konkrétan 310-ről mentünk le kb. Ilyen 143-ra. Szóval, ja, ez kellett már. Csak most beszéltek egy konfidanttal, bár azt már nem nagyon pusholnám. Inkább akkor adok a jótékonyságra pénzt. Most levittem 115-re, lejjebb már nem akarom vinni. Miközben Radomir, aki a kancellárom, halálra itta magát. De nem az én bulimon. Szóval... viccek rajtad. Raw Antler. De hogy adom oda? Ki vagy egyáltalán? Ja, tesóm. Nem adom oda. És akkor ketten is beülhetnének a helyükre, a helyére. Az egyik az a Kujeva, vagy a Kujeviának az ura. A Hatto. Aki amúgy ehhez pont nem ért.
de a diplomáciához, vagy a stewardshiphez végül is. Úgyhogy beültetem őket, és akkor helyet cserélnek. Ugye a tesómat ignorálom, ahogy kell. Amúgy nagyon szép kis területet. Ezt én adtam oda neki? Oké, ezt lehet én adtam oda neki. Ugye az egyik tesóm, van a másik. Valahol. De ő nem is közvetlen vazallusom. A court physicianom nincsen, tehát nincsen orvosom. Mert egyszerűen nincsen megfelelő ember a feladatra. Az udvaromban jelenleg. Oké, ez a csáv, ami mindig él. Várj, ez a volt francia király? Nem. Csak ugyanúgy néz ki. De! Ki a vihar ez a jóska? A törékeny, a seggem. 300 éve él. Jó, csak 70. De hogy, és ő közben ugye királyságot váltott. Hát a francia királyként indult, most éppen angol király. Szóval, mint a Cristiano Ronaldo, hogy 10 évenként vált egy klubot. És akkor onnantól kezdve annál a klubnál a nagy ember. Hogy játszik most Cristiano Ronaldo? Még mindig Juventusnál? Vagy Arábiában? Ja, már Arábiában elment tényleg. Oké, persze megyek. Independence War. Lol, nem is megyek. Covetous claim. It's treason then. Írok Heroldnak, hogy ne legyen egy abszolút fucking wanker piece of shit. Ignore your letter. Remek! Ő az egyik legnagyobb vazallusom, de nyilvánvalóan riválisokká kell válnunk. Mert ő valószínűleg ambiciózus, de csak nem is ambiciózus, ő lusta. Akkor miért vethette rá a szemét a császári címre? Még csak ő nem is király egyéb. Vagy király? Hova lett a Kingdom of Bohemia? Ez valami ennél a gyereknél van. Don't do that. Ez hogy került át hozzád? És most miért kéne usszurpálnom megint? Majd de fura vagy. Juve és Arábia volt között, volt két év Manchester is. Komolyan. Komolyan. Ha. Mondtam el, hogy egy ideje, olyan 10 éve nem követem a focit. At all. Tehát majd én nagyon meglepődök, amikor így látok ismerős neveket a foci EB-n. Aztán kiderül, hogy ez nem az a focista, ez annak a focistának a fia. Csak már annyi idő eltelt. Oké, okay, még egy Call to War, remek. Az elsőt megnyerte amúgy, viszonylag jól. Ez az ember, ez életében többet háborúzik, mint nekem 8 karakterem egyszerre. Mennyire mondhatja meg egy játékos, hogy hol akar játszani? Hát ez úgy van, hogy legtöbbször az ügynöke így kap ajánlatokat, és akkor viszi a playernek. És attól függ, hogy tehát azért nyilván minél nagyobb egy játékosnak a neve, annál jobban megmondhatja, hogy hol akar játszani. Azért kell megint uszulpálnod, mert először csak a Dutchit vetted meg. Oké, elhiszem neked. Nem is volt drága. Jó, ezt is elvesztette. Nagyon jó vagy te, hallod, de örökké fogsz élni. Ja nem, meghalt. Rip. Tehát nyilván amúgy ez olyan, szerintem ez a dolog. Tényleg itt volt, hogy Jussz a bőrdere. Hogy igen, pénzzel lehet. És akkor a nap végén most mondhatja azt a
tudom én, tehát hogy ez egy tárgyalási dolog, hogy azt mondja mondjuk az ügynök azt akarja, hogy menjen oda, ő meg nem oda akar menni. És akkor az ügynök mondja, hogy de figyelj, ez nagyon sok pénz, és ő meg azt mondja, hogy hát engem nem érdekel akkor sem. Ugye itt volt az, hogy például Zsuzsák, ugye ott kezdte el a karrierjét, hogy mindig a pénz irányába ment. És mindig elfogadta, mindegy, hogy hova, a világ végére ment el focizni, csak jó sok pénzt adjanak neki. Ő csak pénzt szeretne, ő nem akar jó focista, híres focista lenni, csak nagyon-nagyon sok pénzt legyenek szívesek neki adni. És akkor ez akkor meg is ölt a karrierét abban a másodpercben. Tehát amikor a PSG-től, PSV-től eljött, akkor bárhova mehetett volna, az kis túlzással. Nem a top csapatokba, de a top alatti csapatokba. A klubok arról döntenek, hogy el akarják adni, vagy hogy, ki milyen ajánlatot ad. Szóval bárhol mehetett volna. És hova ment? Nem is tudom, hova ment. Valahova Oroszországba, valami kietlen pusztába, valahova ide. Nem is emlékszem már, mi a neve annak a területnek, hova ment egyébként. Mahacskala? Valamilyen, és akkor van sok olajpénzt fizettek neki, és ott azonnal ki is nyírta a karrierjét abban a másodpercben. Anzsi Mahacskala. Yep. De nem baj, jól járt, mert most övé fél Debrecen. Meg elég jól be van dugva jó pozíciókba. Te nem oda kéne, hogy tartozz. Ja nem, ezt megbeszéltük múltkor is, ennek a csávónak van túl sok földje. Marsal, mi lett a Marsal? Meghalt. Ardicino meghalt. Ez a csáv, ez hihetetlen utál most már. De én semmit nem csináltam el. Mindegy, gondolom nem tetszik neki azt, hogy tanácsban nem ül, de onnan se én vettem ki. Minusz 25. Oké. Okay. A pápa nem akarja levenni rólam az egyik átkot. Seek indulgences. Loses a trade Kingslayer. Na, Kingslayert el tudom veszíteni. Az egész rámegy, az egész vagyonom. De a harmadik Lukács. Nem, Lucius biztos nem, hogy Lukács. Lucius az milyen pápa? De lehet az a Lukács. Mert Luke, Lucius, Lukács, szerintem Lukács. A harmadik Lukács pápa levesz rólam a rontást. Aztán lehet vissza tudom utána kérni tőle a pénzt amúgy. Most elkértem tőle. Jolosztra Kingslayer, nagyon jó. És ha már beszélünk. Adj meg kis pénzt. Visszaküld 408 aranyat. Végül is az nem rossz. Tehát igazából fele áron, egy ilyen Black Friday-el most így fél áron kaptam ezt a megváltást. Lucius a magyar megfelelője, komolyan. Akkor nem volt igazából Lucius nevű pápa? Ezt életemben nem hallottam még. De volt, három is. Harmadik Lucius pápa. És ha bejött, hogy Pope Lucius 3, akkor a Google keresőn a harmadik kép az a CK2-ből van. Alright. It's good. Good. Luka Lukács. Oké, de a Luka az nem latin. Érted? Azért gondoltam, hogy az... El is mondtam.
lebeszélem a feleségem arról, hogy igyon. Sikerült. Azt hiszem. Igen, őt beszéltem le az ivásról. El lehet veszíteni az ivást? Végre. Lehet, eddig is el lehetett, csak én nekem nem sikerült soha. Hogy áll a terjődés? Hát szarul. A 19 év a city planning. Ugye a bonus már gyorsabban meg lesz utána. Vagy vice versa, tök mindegy. Gyakorlatilag majdnem, hogy egyszerre fog elkészülni, mondjuk azt mondom, hogy 30 év. Tehát most van 979. Szerintem 1000-re át tudunk állni a feudalizmussal. Hogy micsoda? Elvesztetted a High Chiefdom of Kievet? Ha-ha-ha-ha. Halics, te idióta. A második gyerekemet is kéne tanítatni. 8 éves és még senki rá se nézett erre a gyerekre. Azt is a Wolfhelmnek küldöm, mert ez egy okos fickónak tűnik. Ő belőle most egyébként intríget akarnak faragni. Akkor már inkább diplomácia. Ahol nem akarom már átállítani. Diplomácia jobb lett volna, de sure. Lukács pápa azt hiszem nem volt, mert túl világi apostol volt. Vagy valami ilyesmi. A Da Vinci kód szerint. A Da Vinci kód. Szóval lehet, hogy igazából csak egy fanfic. Amúgy ugye azok a szabályok, amikkel játszunk, azok alapján unlimited Black Death van, és organik. És akkor mondtál valaki egyszer, vagy láttam már több ilyen posztot is, hogy ne csinálj ilyet, hover, életem legjobb hibája, azonnal letarolja a világot. És most van 1979-ben semmi nem történt még. 112 év alatt, nemhogy a fekete halál, az semmilyen halál nem volt igazából. Legalábbis a környékünkön. Kristóf, nagyon szépen köszönöm a 27 hónapot, nagyon király vagy, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Szia GK, szép estét. Hogy vagytok, srácok, milyen volt a napotok? Most mivel viszonylag kevés dolog történik a játékban, viszonylag nyugis a helyzet, viszonylag nem ölt meg senki már egy jó ideje. Majdnem a stressz, de azt végül szerencsére sikerült elkerülni. Beszélgettünk olyan dolgokról, mint az új Star Wars előzetes. Mint a foci. Hajrá, foci! Vagyis én beszélgetek. És aki akar, csatlakozhat. Jó volt, ma jelent meg a kedvenc játékom idei kiadása. Az elmúlt órákat azzal töltöttem. A Helldivers 2 idei kiadása. Erre a kedvenc játékom idei kiadása. Major Baseball League 2024. Major League Baseball The Show 2024. Yes! Opa! A nagynak tetszik lenni önnek. Mondjuk, hogyha a mongolok megjelennek, akkor azok arcba fognak kapni. Lehet, hogy ez jobban arcba fog kapni, mint a fekete halál, mert a fekete halál egyelőre inkább csak egy szürke vicc. Ó, nézzétek! Az új a mai kedvenc italom. Szóval nem tudom, tudjátok-e rólam. De én nem szoktam. Tehát üdítőket gyakorlatilag nem iszok. Szénsavas üdítőket gyakorlatilag nem iszok. Nagyon-nagyon ritkán. Tudom, ilyen havi egyszer egy kóla, egy pohár kóla. Vagy egy doboz kóla. Max, de az is nagyon ritka. A legközelebbi amit üdítőhöz, amit iszok, az vagy a gyümölcslevek, vagy az iced tea. Ez a kettő az, ami így szóba jött, de Ice-t is nagyon ritkán, inkább azt is csak nyáron.
Most pont vettem egy üveggel. És ilyeneket meg aztán végképp nem szoktam inni. Aktív, grapefruit, citrom ízű, cink, C-vitamin, B-vitamin, whatever vitamin. Viszont, mint egy tágítandó az ismereteimet, ez vitaminos ital? Ja. Szóval tágítandó az ismereteimet, ezt megvettem a Lidl-ben, egyrészt azért, hogy megtapasztaljak olyan dolgokat, amiket amúgy nem tapasztalnék meg. Másrészt azért, mert a Lidl-ben van egy ilyen dolog, hogy ha X pénzt költesz, akkor kapsz valami tárgyat ingyen. És ez volt az egyik lehetőség. A másik lehetőség az egy kis doboz tejföl volt, a harmadik lehetőség egy szilvás batyú. És ez nyert. Ez nem az Apenta, ez az Apenta mellett van. Az Apenta 600 forint, ez 229 forint. De ingyen volt. De ingyen volt. That's it. Ez az, ami számít. Ennyit kell tudnotok róla. Oh, Duke Jaromir nem fizet mostantól nekem sok pénzt. Fucking hell, Duke Jaromir. Miért létezel? Litvániára kaphatnék szép klémet, hogyha szépen megkérem a pápát. Az a baj, hogy Litvániára van klémem. Nézzétek csak, ilyen. Subjugate. Nagyon jó klém. De igazából több bajom lenne belőle, mint hasznom. Úgyhogy úgy teszek, mintha ez nem létezne. Tehát nekem ez a birodalom már most túl nagy. Ez a része, ez nem kéne. Az sem, igazából ez sem. Tehát én olyan boldog lennék, még egy ekkorával is. Vagy akár egy ekkorával. Vagy hát nem is ekkora, de a Pomerán, Szorbia, Bohémia, Grót-Morávia, Poland, azok ez így egyben, ez így elég lenne nekem. Az, hogy most minden egyéb ott csünk rajta, az már sok. Szia Márti, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Viszont most megvan a Divided Attention, ezzel pedig felment a domain limitem. És most már nem fognak piszkálni emiatt. Mások hogy állnak? Hát most már igen. Most már csak négyen akarják ezt a... ezt a jóskát császárnak. Hál' Istennek. Na talán ez lesz az első olyan karakterem, aki nem erőszak... Komolyan amúgy... Van olyan karakter, aki nem erőszakos halált halt? Jó, ő rekkorára halt meg. Még ő is. Oké, csak az apánk. Az apánk halt előszakos halált. True. Ha! Scripted. Nem is tudtam, hogy az új update, ez hangfelismerővel is rendelkezik. Amennyiben, amikor elkezdek arról beszélni, hogy nem halt meg a királyom, akkor megölik a királyomat. Thank you! Very kind! Paradox. Very cool. És akkor Pomerániát veszítettem el. Aki azt viheted egyébként. De attól meg fogom ölni. De hogy azt akár vihette volna is. Mert hogy atyánknak, ez most oké, tehát hogy... I'm not happy! Ez nem tetszik? Nem értek vele egyet? De tudom fogadni. És
csak a király címet vesztítette el. Ó, hát akkor az még viccesebb. Egy fia föld nem ütött a tesómnak. LOL. You idiot. Valószínűleg kapott mellé egy földet egyébként. Meg kellett, igen, kapott egyet. De hát ezt megszívtad, haver. Jó, tehát akkor akárcsak atyánkat, és akárcsak nagyapánkat, apánkat is megölték. 51 évesen. És az a szerencsénk, hogy a Marcin, második Marcin király, az már 18 éves. Tehát legalább ennyi. És nem szabad megölnünk a tesóját, Imránt, mert az Imrán gyerek a trónörökös jelenleg, és nem úgy néz ki, hogy ez nagyon gyorsan változna. Oké, lássuk, mivel állunk szemben. És most megint mindenki gyűlöl, mint a szart, igaz? Hál' Istennek! Szerencsére nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy legitimek legyünk. Szóval, csak el kell temetni az apánkat, és we good. Az új karakterünk, hát az, hogy ötös a learningje, az minden csak nem ideális. Közben nyitok egy ablakot. Istenem, ezt nem lehet már bírni máshogy. Szóval gyakorlatilag fele annyi, fele akkora sebességgel fog most terjedni majd a kultúra, mint eddig. És eddig is mondtam, hogy szuper lassan terjed. Most aztán meg... Oh, Istenem, na mindegy. 11 per 7. Na arról nem is beszélve, hogy túl sok földem van most. Mindenképpen szeretnék egy szövetséget. Hál' Istennek nem egy abszolút vanker ez az Imren, úgyhogy elfogadja. Neki a régense a nagybácsim. Annak nem lesz még jó vége egyébként. És a nagybácsi nem is akar szövetséget, mert ez egy abszolút fucking piece of shit. Ugye utálta az apánkat. Ezzel a nagybácsival ezzel lesznek problémák még. Van egy másik nagybácsim is. Itt van. Ő a vazallusa lett így. Kinek? Az első nagybácsimnak a vazallusa. Hát vele kötök egy szövetséget. De hát ez így... I don't know, man. Mi az, hogy minusz 100 mindenki? És látjátok? Ez az, ami mondtam, hogy óriási baj lesz, hogyha itt a keresztesek átveszik akár fél perc is az országot. Na, egy része a gyűlöletnek onnan jön, hogy a legtöbb vazallusnál, hogy cultural acceptance. Mert ezek nem lengyelek. Ezek sziszalpinok, tehát észak-olaszok. Ezek frankóniaiak. Ezek rajnaföldiek. Ezek oroszok. Ezek velsziek. A négy, az öt befolyásos vazallusom, vagy legbefolyásosabb vazallusom közül nulla lengyel van. Úgyhogy lehet, hogy most ez lesz a feladat a King Marcinnal, megkezdeni a tisztogatásokat. Mert ez így nem jó. Vissza kell adnunk a földet a whatever-nek. De először is házasságot kell kötnöm. Itt van a Drifa, aki a norvég királynak a lánya. 4100 hadsereget hozna magával. És ugye ez nem csökkenti a legitimációmat. A másik az egy skót szövetség. Szilin. Ez abban mindkettő király nagyon öreg. Harmadik Szicília. Ő is nagyon öreg. Viszont nagyon fiatal a lány, de törékeny. Olyan nagyon jó számai amúgy egyiknek sincsenek. Bigor. Mindössze 1500 segítség. Viszont 16-os a stewardship-je. Urakka. Jó, ő nyert. Őt elveszem fele zsígül. Akarunk-e Grand Wedding-et tartani? Nem.
temetést fogunk tartani, ami azt illeti. Ugye én marsal vagyok, tehát igen, hogyha van olyan karakter, akivel el lehet ezt a tisztogatást kezdeni, az a második Marcin. Mert ő hadba szólító fajta űrge. Authority fókusszal indítunk. A Stalwart Leader már meg is van neki. Hát jó, mit kell tudni amúgy apánknak az életéről, mert ezt nem nagyon néztem meg. Lineage. Tehát azt kell tudni, hogy 51 évesen halt meg erőszakosan. Kultúrafej, Level of Fame, értitek, Exalted Among Men volt, és így meggyilkolják. Tehát, hogy így... Amúgy nagyon hasonlít, nézzétek milyen jól kijön most ez, hogy mennyire hasonlít a két karakter egymásra. A Stefan meg a Marcin. Majdnem ugyanannyi idősek. És most ki is adja szépen, hogy apja fia. Devoted Servant, Stewardship, 12 háborúban harcolt, 3 activityben vett részt. Nem tudom, mire gondolsz, Máté. Úgyhogy azt válaszom, hogy nem lett még kipróbálva. Azonnal jönnek a lázadók. Jó, hagytam, hogy kicsit fusson a szimuláció, de most már kiadom a tanástagokat. Szia, Streamer Dragon, szép estét. Most ide rakom Hywel-t. Hywel gyűlöl, mint a szar. De 30-os az intrigje. És ez az, hogy még így is mínusz 89-re után. Hát persze, hogy mindenki meggyilkol. Most ezzel mit tudok kezdeni? Hát ez zseniális ez a tanács. Szavaim sincsenek. Azt sem tudom, mit mondjak. Annyira jó. Halálosan utál mindenki. Title claimant. Too many duchies. Culture acceptance. Opinion of predecessor minus 27. Oké. Sajnálom. Ide lőjetek ez esetben. Ah, itt is ez, hogy valami el fog pusztulni. De okos ez a játék most már. Ja, hogy túl vagyok a dominen? Hát ez biztos, hogy nem segít. Ez való igaz. A feleségem ugye tud picit segíteni, de max. 1-jel. Oké, 11/8, tehát 3 van. Gyakorlatilag ez a rész. Ugye odaadom Mazóviát valakinek, akkor megvan oldva a probléma. Ja, temetésre fogok elmenni. És az segít majd a legitimációban, és akkor... Már az totál nem számít a véleményre valószínűleg. Azt mondja, hogyha nagyon utalnak, akkor első jönnek a bulidra. De hát megpróbálunk most mindent, ami létezik. De hát tartottam bulit az előző karakterrel is, jobban kedveljék. Semmit nem számított. Ugyanúgy meggyilkolták. Hova temessük el atyánkat? Ide jó lesz. Ugye eddig mindig valahol itt temettük el. Most nem tudom, az hol volt. Temple. Tehát bármelyik templomba eltemethetem, mindegy. Ugyanúgy nem vagy semmi extra bónuszt. Remek. Vagy hát ugyanazokat adja. Akkor Chess tovább fogjuk eltemetni. És akkor itt kicsit veszélyes az út. Kurva köhögés. De jó, mint a láz. Szóval. That's something. Az atyámat fogjuk... Nekem volt az egy, a nagyapám, a másik nagyapám, vagy az egyik nagyapám, vagy a másik nagyapám a négyből. Az a nagyon, nagyon epikus francia kötőjel
angol király, de nem őt temetjük el, bár őt is el tudom temetni, de az apámat fogom eltemetni, és akkor mindent rádobunk most erre a dologra. Nem is gyászolni akarok elsősorban, hanem inkább megpróbálok összebarátkozni valamelyik vazallussal. Senki nem érkezik meg időben, de hát ez fantasztikus. Jó, hát... Bessat. Óriási lázadások, 7 hónap, tehát esélyem sincs arra, hogy egyáltalán eltemessem az apámat. 7 hónap lázadás. 7 hónap múlva lázadás. Meg 8 hónap múlva. És mennyi idő múlva lesz meg az... Ez. 3 hónap. Szóval, ja, kicsit... frusztráló. It's fine. Ha meghalt a karavánmesterem, ez gyors volt. Valószínűleg fel kell készülnünk a háborúra. Ugye a szövetség, hát most van egy szövetségem. De tudok szerezni még egyet, az, hogy a húgomat, a kis húgomat kiházasítom. A velencei dózséhoz hozzáadni. Az mindig egy jó biznisz. 3500 katonát tudna akkor adni, hogyha tudna adni. Itt úgy nem lesz már idő arra, hogy a bulit megszervezzük. A lakomát. Regália. Itt viszont jó, hogy levette a Chastity Beltet. Mert az gond, az néha rajtam szokott maradni, és az nem jó, hogyha rajtam marad. A többi az okés. Na, mikor? Kezdjük neki 40 nap. Szuper. Tehát van egy Dissolution Factionünk, meg van egy az a faction, ami már oda akarja adni ennek a random hercegnek már legalább 30 éve ezt a fucking birodalmat. És természetesen megint változott a befelsős vazalusok száma. Úgyhogy Ronaldo vagy ki, Raimondo, ő fakofolhat is. Szóval nincs jobb a helyére egyébként. Messze nincs jobb. És mindegy, hogy berakhatom őt is oda, ugyanúgy gyűlölni fog. Ez a High Chieftain Alexei, ez is mióta él már? Tehát akkor már Wulhelfet rakom oda, mert ő legalább ért a munkájához. Közben az anyámat is ugye meg akarják ölni. Most az még mindig tart. Remélem, hogy abban vannak jó páran, akik amúgy emiatt nem tudnak engem megpróbálni megölni. Maria Piasz, a testvérem, riválisom lehet. De megbocsájtok neki inkább, mert aztán ellenségre nincs már szükségem, köszönöm. Abból van elég. High Chieftain Lottery. Kifaggatom, hogy mit jelentett neki az apám. Felment a prestízsem, most már distinguished vagyok. Every guest at the funeral loses 15 opinion. Ez most necces, ezt meg kell próbálni, mert különben kapunk 10 véleményt. Jó, oké, ez az. Mindenki elhitte a hazugságomat. Még egyenlőre legitimációt, ez egy grammot nem sikerült még szereznem. Konkrétan 1 gram hiányzik. Tehát 3,2 legitimáció kéne. De most megint nem azt választottam, hanem azt választottam, hogy beszélek arról, hogy milyen csodálatos dolgokat tett. Na és most megpróbálhatok magamra vonni némi figyelmet. Ez az! Sikerült. Megvan a szükséges legitimációs szint. Akkor igazából meg is vagyok. Én ennyit szerettem volna. Köszönöm. Most már lehet a földbe ereszteni apát.
pátriárkám nagyon nem kedvel, akkor messze is a lázadók közé meghalni, hogyha úgy gondolod. Mindenki igyon egy jót, egyetek egy jót. Hát ez abszolút nem segített semmit. Ja, adhatok neki valami cuccot. Ez a regáliát, ugye most kettő regáliánk van, az egyik az fölösleges. De pont nem az, nem a fölösleges van felajánlva, hogy odadobhatom neki, hanem a kicsit drágább. A Beát az regália sem rossz. Aldobrandinos regália. De azt tényleg amúgy ő csináltatta. Jó, én odadom neki. Eltemetem vele. 2100 piétát fog ez nekem jelenteni. És ezzel fel is mentünk rögtön Devoted Servant szintre. Ez sem számít. Tehát, hogy most szépen végigmegyünk azokon a dolgokon, amik nem számítanak, mert úgyis fellázadnak. Nem számít, hogy a legitimációm rendben van. Nem számít, hogy a presztízsem jó. Nem számít, hogy a piétám magas. Mind nem számít, mert úgyis fellázadnak. Ez a baj ezzel egyébként, hogy mennyiben épít a paradox a módosítókra. Hogy a módosítókkal nem lehet mindent, legalábbis ilyen szinten például, nem lehet mindent leszimulálni. Legviccesebb komment az volt, kijött most egy, a Stellarishoz egy új DLC-nek az előzetese, és egy ilyen nagyon érzelmes trailer volt, azt hiszem arról szólt, hogy az Alien apuka így mondja a gyerekének, hogy jaj, most áldozatot kell hoznom, és akkor valahogy, hogy ő így átalakítja magát kiborgá azért, hogy a birodalomnak így jobb legyen, és akkor a gyerek meg így elveszíti az apukát. Borzasztó volt, végig sem bírtam nézni. De hogy ilyen nagyon, nagyon-nagyon pátoszos volt. És a poén az, hogy és ez valaki beírt a kommentbe, hogy mind lemegy ez a pátosz, és akkor a végén annyi az eredménye ennek, hogy plusz 5% fire rate for, nem tudom, laser weapons, vagy ami ilyesmi. És annyira igaz, hogy az ilyen sztorikat annyira hazavágja a paradox azzal, hogy csak módosítókban tud gondolkodni. És valahol minden játék módosítókról szól. Plusz 5, plusz 10, stb. De ez nagyon kijön, amikor például emberi kapcsolatokról van szó. Meg nagyon kijön, amikor már ennyire elvont fogalmakról van szó. Ez én nekem a kedvenc példám az mindig az, hogy klónozás. Bevezeted a klónozást a birodalmadba, és igazából 5%-kal gyorsabban növekszik a népességet. That's it! És így vesznek el ezek a fantasztikus skifi dolgok, hogy egy módosító lesz belőle. És ezért nem működik nekem soha a Stellaris. Hiába mindig neki próbálkozok, mindig oké, jó egy darabig. De a nap végén mindig az, hogy nagyobb számot kattintasz, és akkor így... Értél. Jó. Még ugye egy dolgot nem próbáltunk. Vagy szétosztogatni a többlet területeimet. Plog, Gostin és Czersk. Valószínűleg ez a karakter úgysem fogja tudni birtokolni ezeket. Úgyhogy nem azt mondom, hogy könnyű szívvel, de el kell ezeket engednem. Jó. És akkor kérdés, hogy kit bízzunk meg ezeknek a területeknek a vezetésével. Második Stefán, téged mondjuk. Ezt itt megkapod. Ez nem az... Ja, várjál, ezt létre kell hoznom. Mert apám ezt elpusztította ezt a címet. Jó, és akkor most kapod meg. Hát persze, hogy gyűlölsz. Hát persze, hogy... Eddig nem is hallottam erről, hogy a Children of Mazovia az egy dolog, de nyilván gyűlölj érte. Hogy nem adta még oda neked. Oké. Okay. Menjél Isten hírével. Plusz 63. Plusz 63. Meg azt mondja, short train. Mert te mióta uralkodsz, hülye gyere? Oké, okay. Egy újabb javaslat.
olyan karakter, aki most kapott földet, az ne legyen felháborodva amiatt, hogy nekem rövid az uralkodásom. Mert neki is rövid az uralkodása. És leszarja. Mert hogy egyszerre kerültünk hatalomra. Mit szólsz ehhez, Paradox? Ugye milyen jó ötlet? Vegyél fel, van még ilyen jó ötletem sok. És ez számított? Not really. Közel vannak ahhoz, hogy ne lázadjanak fel, de aktuálisan fellázadnak. Tehát, hogy majdnem, végül is, úgy tűnik, hogy nem, de aztán igen. Öt százalék. Ez már feljebb menni nem fog. Ezek nem fognak kimenni belőle, ezek gyűlölnek. Hopp, az ott lecsökkent, jó. Még ti esetleg nem akarjátok meggondolni ezt még egyszer. 8003. Nem fogják. Végnézegetjük. Van-e valaki, akit el tudunk ásni esetleg? Téged? Téged nem. Téged nem, mert te Polániához tartozol, Polánia alatt vagy. Mondom még, akit el lehetne, az ez. De csak úgy, hogy mondjuk neki odaadom. Csak ő nem akarja. Mert neki így is túl sok földje van. Jó, akkor velük megháborúzunk. Tehát, hogy akkor viszont most jön az, hogy rendet teszünk az országban. Egy darabig én úgy voltam vele, hogy jó, csináljuk, legyünk diplomatikusak, de ez a karakter, ez szerintem kicsit forró fejűben él. Úgyhogy halált akartok, akkor lehet sorba állni érte. Eddig tartott a türelmem. Viszont keresünk egy physician-t, mert az nem árt, hogyha van. És akkor kitisztul a tanácsból az összes fucking áruló, kitisztul a mindenhonnan az áruló. De jó lesz, nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz. Edward lesz az gyógyászom közben. Na, küldjetek az ultimátumot. Hajrá, 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 hajrá. Tehát ezek mind most eltakarodnak konkrétan. A francia, a frank... Oh, te is fiam lengyel. Fucking hell. Te is lengyel vagy, nem tudom, miért van szükség. Lázadásra a lengyelektől. Ő például bajor. Ő is francia. Nem fogtok senkinek hiányozni. Sanyi, csatlakozz hozzánk, utáljuk együtt a főnököt. De miért utáljuk? Mert nem régóta uralkodik. Én se. Az megint más. A lényeg, hogy utáljuk valamiért. Igen, a bizánci területet már átbeszéltük. Nagyon jó volt. Nagyon jó sztori volt. 71%. 71%! Az anyádhoz tartozik Divine Right alapján. Fucking pieces of shit. Ráadásul itt azt jelenti, hogy 3700-an vannak. Ez igaz? Lol. Ettől függetlenül én az egész Merry Man of my szövetségeseim be fogom hívni. Bigor, te jöhetsz 1500 katonával, Velence 3200 katonával, és akkor most tessék elkezdeni pofázni. Az biztos, hogy mindenkit megvakítatok. Ezt már most mondom. Tehát nem lesz olyan, hogy de csak én, csak ne én, csak izé. Nem. Ha benne vagy a buliban, akkor a szemettől el lehet búcsúzni. Szóval most nézzetek meg mindent, mert amennyiben bekerültek a börtönömbe, onnan kevesebb szemmel fogtok kijönni, mint amennyivel bekerült. Szóval, oké, nem vagyok a legjobb a fenyegetésekben, de az biztos, hogy ki fogom kaparni a szemetek.
Na, hát én is kezdek gyilkolni. Ugye nem kell ostromolni, nem kell semmi ilyesmivel törődni. Szemtelen. Azért, mert szemtelenek. Csak nehogy, csak ne csak proverbiálisan legyenek szemtelenek, hanem aktuálisan is szemtelenek lesznek. Úgyhogy próbáljátok meg nem elkapódva lenni általam. Itt a következő. Gyertek ti is. Te mi vagy? Frank. Észak-olasz. Cseh. Orosz. Észak-olasz. Nagyon szívesen titeket is meggyilkollak. Tehát ezen nem újjon. Szia, Sergeant Pepper. Tök, hogy itt vagy. Most itt rendet teszünk, nagyon durván. Ha második Marcint így fogják ismerni, és ezt muszáj meglépnünk, mert szerintem konkrétan addig fogják gyilkolni a királyaimat, amíg vissza nem állítom a lengyel nemességet a Lengyelországba. Nem, a fülüket meghagyom. Az... Itt van ez is. Ők már többen vannak egyébként. De oda is jöhetnek. Ők egy Dissolution volt akarnak, tehát ők csak szabadon akarnak lenni. Ami megható, de nem az én figyelmem alatt fog ez megtörténni. És akkor most a tanácsomból is kikerült nagyon sok mindenki. Úgyhogy elkezdhetem kompetens emberekkel feltölteni azt a rohadt tanácsot. Remélem, ott elkapjuk azt a nagy sereget. Szerintem igen. Jó, nagyon szép. Ez ráadásul egy zsoldos csapat. Hopp, ott elkaptak valaki mást is. Ott egymás ellen mennek egyébként. Két lázadó. Love to see it. Kaptok warscore-t? 26% ez most így. Az első háború. Én most csak megyek legnagyobb sereg felé és azt ütöm. Ez a taktikám. Hopp, ott jön egy. Kiev. Oké. Veled beszélünk. Semleges területen kéne csatlakozni. Tehát hegyekben fogunk. Frankenstein váránál. Következő hősi bloodline. Gains the living legend trait upon completion of a mythical heroic legend. Legend creation discount 25%. Emlékeztet, mikor volt a karakterünk, aki befejezte az Isten legnagyobb, motherfucking legjobb legendáját, és két hét múlva meggyilkolták? Yes. Az is egy jó volt. Az is tetszett. Ó, állj már meg! Na, Hradesnél el tudom kapni. Az jó, mert az nem hegység, hanem csak... nem tudom elkapni Hradesnél. Nincs egy... jobb tábornok. De van. Muszáj elkapni mielőtt... Aj, ne idegesíts már. Hogy? Hogy tud elmenekülni? Nála is gyors lépte a tábornok? Vagy micsoda? Hát most direkt olyan karakterem van, vagy olyan tábornok van, aki plusz 25-tel megy. És nézd meg! Na ott végre elkapom, persze hegynek felfelé támadok, mert nyilván. Hegyen kell nekem támadnom, de mindegy, csak öljük meg. Fővárosomat senki nem ostromolja még, arra kell egyedül figyelnem. Végig üldöztem a bohémiai hegyeken, basszus. Na most kezdték el ostromolni a fővárosomat, arra haza kell menni. Ezt a sereget még meg kell verni. Szerencsére belokkolt. Jó. Ne! Érje már véget, könyörgöm. Ez mi tartott eddig, te jó ég? Most megint én támadok.
Ez egy újabb nagy győzelem lesz. És aztán mehetünk Brüsszelget felszabadítani. Oké. Akkor Brüsszeg a következő célpont. Mondjuk a hegyek irányából jövök, akkor el fog menekülni, de tök mindegy. 26 és 18 a két háború. Jók ezek a párhuzamosan vívott háborúk. Ally left war. A Doge kiszállt a háborúból. Ez azt jelenti, akkor te felszabadultál viszont. Litvánia jöhetne szövetségesnek. Az egy jó üzletnek tűnik nekem. Nem is háborúzik most éppen, úgyhogy én Litvániát azonnal be is csábítom egy házassággal szövetségre. A velencei Doge helyett. Mint a kettő háborúba természetesen. Jó. És természetesen menekül. Hát igen. És akkor téged is végig kell üldözni, kivont karddal az egész vidéken? Oké, gyere vissza, törpe kell lesz. Törpe vagy? Nem, csak rendkívül alacsony, ne haragudj. Shadow over Dyfed. Szerencsére a legitimáció már rendben van. Az rossz lett volna, hogyha ez vesz el tőlem. Na mielőtt megérkezünk, le kell cserélni önmagamra a tábornokot. Jó, ezt a sereget is elkapjuk. 22-18. Szia, ragadjon a kultúra, szép estét. Igen, köszönöm szépen. Jelentős mértékben jobban. 21%. Oké, akkor ez a következő célpont, ha jól látom. Én vagyok a legjobb tábornok, de én sem vagyok túl jó tábornok egyébként. Itt van egy nagyobb sereg. Majd arra is figyelni kell. Tehát 17-es a Commander Advantage-en mindössze. Casus Belli changed. Using a new Casus Belli. War against Tyranny lett az egyik. Ja, meghalt a csávó, akinek a nevében mi jöttek volna. Hát ez fantasztikus. Remek. Már megérte. Most végzünk pont a birodalmon belül egy ilyen nagyon durva tisztogatás, mert most lett elegünk abból, hogy azért, mert ezek ilyen külföldi nemesek, még a keresztes hadjáratok idejéből ide ragadt külföldi nemesek, ezért ezek minden egyes új királynál hisztiznek, hogy hogy miért ő? Miért nem lehetnek ezeke? Marcin néven pedig megszületett az első fiacskám. Oké, ez kicsit kár volt ide jönnöm, mert ezt elintézte volna a litván herceg, de jó lesz. És aztán jöhetünk vissza Brüsszelbe. Jó lenne elkapni valamelyiknek a vezetőjét. Mert akkor gyorsan rövid le lehetne zárni. Ez 44%. Én most nem is gondoltam, vagy nem is számoltam úgy, hogy nekem most romolgatnom kéne. Én szeretném ezt csatákból lehozni ezeket a háborúkat. Bár lehet úgy gyorsabb lenne. Hogy áll a kultúra? Mondom, ez most megint nagyon lassan terjed. 16 év, 20 év. Yes. Very lassan indeed. Itt közben szépen összefújta a szél. De azért én sem vagyok kevesen. Az más kérdés, hogy nekem nagyon éheznek a katonák. Remélem ez nem lesz nagy gond, de most úgy tűnik, hogy nagy gond lesz. Viszont az a baj, nem sokkal beveszik a... Oh shit, semmi gond. Oké, okay, it's fine. Kell nekem... Mondjuk te. Nem. Te. Nem. De. Ah, és pont oda jött, ahova reméltem. Nagyszerű. Akkor megnyitjuk a csatát. Én már megnyitom a csatát az éhező embereimmel. És aztán becsatlakozik
a zsoldosok becsatlakoznak idővel. Indulj el te is. Jó. Polish about warfare. Ó, oh, bevették. Ay, oh, fucking kidding me. Nem mondod, hogy pont bevették a váramat. Istenem. Kb. Két napon múlt. Szia Bence, szép estét. Te dinasztiának milyen a vallása? Keresztény vagyok, nem az a bajuk. Az a bajuk, hogy más a kultúrám, mint nekik. Miközben ők azok, akik bevándoroltak ide. Még egy lázad. Most amúgy tényleg mindenki lázadjon fel. Tehát aki még nem... Igen, te is lázadj fel, Archambó. Mert veled is már ki van a tököm. Aki még nem tette volna fel, az most lázadjon. Egyben szeretném kitakarítani az országot. Never back down. És a fókuszban pedig át kell állnom. Át kéne állnom a Shivery fókuszra, nem tudok átállni. De majd, ha tudok, átállok. Jó, vissza kell vennünk a fővárost. 44-24 most az állás. Hol gyűlnek esetleg seregek? Ott Bohémiában, meg itt messzi nyugaton. Viszonylag gyorsan visszaveszem, ilyen 55 nap alatt. Ó, ezt nekem fel kéne raktom, ezt a könyvet. Ez most használatban van ez a könyv? Vagy ez hol van? Mert ez ad valami 30%-ot. Memory. Itt, Polish About Warfare. Monthly Martial Arts Experience plusz 30%. Absolutely ez. Ez kell. De átjövünk ide, megverjük ezt a sereget. Amúgy csiga lassan haladunk. Aztán majd lehet, hogy kicsit vissza kell vonulnom, hogy ellátmányt juttassak a katonáknak. Mert már nagyon éheznek egy ide egymást teszik, szóval szállítólag nem jó. Az egyik el tud menekülni, a másik nem. Azt hiszem. Láttam, ez szokta jelenteni. Nem. Mind a kettőt megtaláltuk, ráadásul mi védekezünk a dombokon. Szia Vajk, igen, köszönöm szépen. Sokkal jobban. Ez egy ritka jó könyv itt a játék elején. Még csak 110 vagy mennyi éve tart a játék, és ez időben nálunk van. Oké. Most van az, hogy szétdobom ezt a sereget két részre, hogy töltsék fel a készleteiket. És direkt nyitva hagyom a fővárosomat, hogy kezdjék el nyugodtan ostromolni. Mennyi? 3 hónap. Oké, ne túl nyugodtan. És ez a csávó vezeti konkrétan a sereget? Aki 3 hónap múlva küldi a jó napotot? Hát akkor nagy valami bajod essék, menj ezt, verd meg azt a csávót. Vagy hát prób... Hát meg tudja verni, azt mondja. Amennyiben nagyon tetszik nektek ez a küzdelem, amit én itt lefolytatok állandóan ezzel a játékkal, akkor gondoljátok át, hogy... Nem gondoljátok át. Fontoljátok meg, ez lesz az. Fontoljátok meg, hogy egy feliratkozással támogatjátok a csatornát. Vagy egy csírrel, hogyha ilyen egyszeri dologra gondoltak inkább, mint egy visszatérőre. Persze az is bármikor felmondható. De ja, fontoljátok meg, és köszönöm szépen az eddigi támogatásokat is. És most már a következő streamre ki fogom rakni, hogy mennyi hiányzik ahhoz, hogy ez így meglegyem a havi kvóta. Mert hogy ez meg nincs meg. De az sem... kötelező jellegű senkire nézve. Csak hogyha valaki esetleg ilyen... Oh, fuck you. Szóval ilyen módon szeretne támogatni.
Jó, el tudok menekülni talán ebbe az irányba. Te ki vagy? Germánia? A haver, nekem veled nincsen vitám. Nem tudok arra menekülni. Jó, akkor erre. Tehát valahogy jussunk át a hegyeken. Ubu, nagyon szépen köszönöm a csírt, nagyon király vagy. Már is közelebb a célhoz. 45 és 70. Tehát még mindig egyik háború sem ért véget. Még mindig két irányból ostromolnak. Ez a dissolution war, ami később kezdődött, ez áll jobban. Ah, meneküljünk el, légy szíves. Vagyis ne is arra menj. Hanem itt próbáljál meg a kertek alatt, mert ha felmegyünk a hegyekbe, az nagyon lelassít, meg amúgy is itt kell majd csatázni. És megjött a következő adag. Olyan szépen újra lesz az egész húzva, hogy öröm lesz nézni az egész királyság. Nem tudom, hogy mennyire örülnek neki a szövetségeseim, hogy most mindenhova behívom őket. Oké. Kell még egy szövetséges. Velence megint szóba jön. 5000 katonával. Jó. Valahogy a velencei dózsék azok mindig kaphatóak egy-két szűzlányra. Na, Adalbert vagy hogy viharba hívnak téged? Gausberto, az. Azt szeretném, hogy gyere háborúkba. Mit szólsz ehhez? Ja, persze, megyek majd én is segíteni, lol, persze. Sure. Az, ott kicsit korányítjuk meg azt a csatát. Ezt át is adnám a bájos asszisztensemnek. A feleségemet börtönbe zárták, remek. Azt nagyon hamar támadunk. Hú, az nem volt egy jó taktik. De nem gáz. Meg lesz a csata, csak nagyobb a veszteség, mint amennyi talán rendben lenne. Nekem szépen lassan amúgy szétmorzsódott a hadseregem. Megint itt a macska. Jó, 45 és 75 és mínusz 2. Most már ezt is mondani kell. Ott azt arra támadjunk rá. Persze, hogy bemenekül a mocsárba. Muszáj csatát vállalni a mocsárban is. Nem olyan vészes. 45 és 77. Tudok a pápától kérni pénzt, de nem tudok. És amúgy is kevés lett volna ilyen 134. Ez kb. Semmi. Ragadjon a kultúra, nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál Connornak egy feliratkozást. Nagyon-nagyon király vagy. És egy hype train is a közelben. Ha nem lenne már az izgalmaktól. Nem tudom. Sok, vagy nem lenne sok az izgalmakból, akkor még itt van egy lehetőség egy hype train-nel. Ez a csata megvan. 45-78-1. Oh, akkor ez egy újabb sereg. Remek. Tehát ez a nem az eddigi lázadók voltak, hanem ez egy új. Ja, és a... A nagybátyám átvette az öcsémtől a királyságot, Pomerániát, és ő is fellázadt. De hát ez remek. Úristen, micsoda. Nagyon brutális polgárháború zajlik már itt. Itt és már nem tudok kb. Sem erre menni, mert mindenhol lemorzsolódás van. Ez nagyon brutális. Nem tudom, volt már ennyire brutális háromoldalú háború, értitek? Independence War. Jó, ez a Vanker amúgy már nagyon-nagyon régóta bögyönben van szintén. Figyelnem kell, el ne kapják, de nyilván elkapják. Fuss kicsi. A németek folyamatosan itt köröznek. Nem tudom ők mikbe vannak. Azért az egy kis szar területét, és nekem kéne a seregeiknek
valamit csinálni a seregeivel, hát biztos, hogy nem. Bence, nagyon szépen köszönöm a cheert, és ezzel is indult egy hype train. Én nem tudom követni, hogy kivel hol van egyébként. Az ott rátámadt, közben a macska előhozta a mancsával a legendákat. Ez most sajnos annyira nem releváns macska, mint esetleg gondolod. Legalább az egyik háborút, ha le tudnánk zárni. Ugye fehér békével le tudnánk zárni már kettőt is, de biztos, hogy nem fogunk fehér békézni. Őt érdekelt, hogy ennek a legendák. Jó, majd megnézzük macska nem sokára. Megérkezett a közben a lengyel, vagyis a velencei dózse. Oda kell utána menni. Bár... ez most melyikhez? Ez most egyikhez sem adódott hozzá? És el tudod mondani, hogy miért nem növekedett egyik warscore sem ennek hatására? Mert ha valami, akkor ez érdekelne. Egyik sem olyan, ami ki tud maxolódni a csatákból. Miért nem növekedett a warscore? Ez mely, ez hova tartozik? Kujávi, ez a legutolsó lázadók, ez nem érdekel annyira most. Ezek a Sherven Cities. War Against Tyranny. Ez a 41%. A 86%-osak hol vannak? Közben megbetegedtem. De Eduard elvileg megment... nem megmentett, de hogy könnyebb az élet most kicsit. Hát elvileg tudná, de három különböző területen harcolnak, szóval nem tudja igazából. Hopp, oké. Okay. A litvánok megverik ott a... azokat, az nagyon jó. Azok pedig menekülnek, de nem tudnak rendesen, az is nagyon jó. 41-88. Ugye ennyi a warscore, tehát ez felfelé ketyeg. Ez most a 41 felment 67-re. Ezt nem én voltam, ez nem az a csata volt. Ez viszont 100%. Jó! Tehát akkor most letartóztatjuk a Cserven városoknak a vezetőjét, Heroldot, Halicsból, meg ezt a Jóskát, meg még jó pár ember, de ezek a fontosak. Tehát ti mind mentek a börtönbe megdögleni, nem? Megvakulni. És ezt nem is nagyon várnék sokat egyébként, mert nem akarom, hogy elmeneküljenek. Nem, na, elnézek ki túl jól egyébként. Feleségem Kijevben van. Ó, náluk van a feleségem. Szerencsére nem számít a warscore tekintetében. Jó. Azt a sereget kell megvernünk következőnek. És akkor itt lesz a harmadik, a pomeráni, az lesz a fő erő. Az lesz a terv. Először mindenkit... azt hiszem, hogyha megvakítatom, akkor ki is jön azonnal a börtönből. Tehát először el kell venni a földjét, és utána kell megvakítatni. Közben véget ért a hype vonat. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett benne. Aha, menekül. Az egyik az el fog tudni menekülni. Egy... nem mindenki. Ezen a pomerániai az jól áll. Az nekik jól áll, nekem nem. Nem mondod, hogy két embert hagytatok ott, hogy feltartson. És ezt miért tartott ennyi? Tök mindegy. Te kell lesz, Edward. Őket kapjuk el. Ha kell a hegyekben, de valahol csatát kell nyernünk ezek ellen. 95%, amúgy lehet, hogy magától is ez már fel... ketyegne. Household Guard, újabb lovagokat tudok behozni. Én közben éjszakról érkeznek a pomerániaiak.
a drága nagybácsi. Ugye? Ne, menjünk már Erdélybe, fucking hell. Amúgy igen, ez most már felfelé kattog, nem is kéne leüldöznöm. Igen, szeretném egyszerre intézni, csak attól tartok, hogy amúgy, hogy elmenekül. A legfontosabbat, azt most megvakítottam, azt te vagy. Csak először el kell vennem mindenedet. Köszönöm. És akkor ugye akkor ezeket azon el kell kezdenem kiosztani. Na, szóval arra gondoltam, hogy neked nem kell az a szem. Nagyon stresszes ez nekem, de neked még stresszesebb lesz. Oké. Na, ővel rendes munkát végeztek. Ugye akit először próbáltak megvakítatni, annak így a szeme világa az nem igazán tűnt el. De most ez jó volt. GG. Örülök, hogy sikerült. Sikerült tökére fejleszteni a vakítás technikáját. Meggyógyultam, 99%, ez a háború, akkor hazatérünk, mert most már fel fog ketyegni 100%-ra. Meg is van, jó, a Dissolution Ward is megnyerjük. Nagyszerű. Egy háború maradt. A pomerániai kujáviai függetlenségi háború. A nagybácsi ellen. Uncle Piece of Shit ellen. Ja, te nem vagy ebbe behívva? Haza ne menjél. Senki nem, tehát aki felláz a terendem és földje van, az elbúcsúzhat a földjétől. Most mondom. Nézzük is át ezeket az említetteket. Miléniának a herceg... nagy törzs főnöke, nem tudom, hogy hívjuk ezt. Revoke title. Én mindent elveszek tőlük egyébként. Tudom, stresszet kapok. I don't care. Modena vagy Gnienzo. Gnienzo Modenát megtölthetja. Jó, és akkor még annyit akartam neked mondani, hogy megvakítatlak. Neki is visszajött a szeme. De miért? De jó lenne, hogyha működnének ezek a dolgok, nem? Nem lenne fantasztikus? Az a baj, a legtöbbnek, ami maradt területe. Meg az a baj, hogy halálosan stresszelek ettől az egésztől. Már csak attól, hogy elveszem a földeket. De a trét az ott van neki. De az úgy nem az igazi. Jó, ki van még? Börtönben. Nézd meg, mindegyiknek marad egy területe, amit nem tudok elvenni, mert az már, ez már nem lehet elvenni, igaz, azt már nem lehet elvenni. Nem, az már törvénytelen, mi. Grand City of Luni, azt is légy szíves. A vakítással várok, mert most elég stressz az is, hogy ezt mind elvenni. Cherven Cities, Gidom of Saris, tehát hogy... Oké, ezt nem lehet, mert ezt valaki elfoglalta. Neked nincs földed. Mindenki megvolt, akinek volt földje. Aha! Hiába vagy pici, észrevettelek. Ja, de te nem lázadtál, vagy... Nem tudom. Mindegy, stay put. Mert náluk nem lehetőség az, hogy elvegyem a földet.
nála lehetőség. Igen. Jó, igazából sok egyszerűbb megnézni itt. Azt itt kellett volna megnéznem, hogy ki az, aki nem tud csatlakozni. Igen, róla beszéltünk. És akkor sok megmaradt itt. Mondjuk őről elfeledkeztünk. Kiengedték a feleségem? Merre kattintottam volna? Nem volt teljesen... Nem tudom teljesen mi történt. De azt hiszem ennyi. Ezeknek még így is maradt földje, az a baj. Egyik karakter egyszer azért halt meg, mert mindenkit kivégezhetem, és nem bírt a lelki erővel. Most fennáll ennek a lehetősége. Ha mindenki börtönben van, kilázadna azért fel, mert elvetted az összes területét, mert nincs mindenki börtönben. Már de hiába backseateltek, amikor egész egyértelműen megnyomtam már ezt a gombot egy 2 perccel, és azóta még az idő sem indult el, tehát hogy értitek? És akkor most megint feldobja, hogy most megint le tudok ordítani valakit. Tehát én próbálkozom, de szuper stresszes ez az egész. És még egy háború, még tart. De közben lehet, hogy muszáj leszek elmenni valamit tartani. Pénzem sincs erre. Igen, most magas stressz szintekre együtt élni. Fájna az egészségem, tehát hogy ez nem annyira rossz, mint amennyire tűnik. Nem is annyira jó. It is what it is. De még a nagybácsit meg kell ölnünk. Meg Kujáviát is. Svecien flux. Na ez egy dolog, ami érint. Ez akár érintheti is, de valószínűleg a folyó mentén fog terjedni. Ez talán ezt a sereget megtalálhatná. Erre gondoltál már? Let's go! Ne arra terjedjél, hülye gyerek. Erre. Ja, az nem rosszat néztem, bocs. Szóval annak kéne elindulnia. Erre felé. És akkor szépen felzabálni azt a sereget. A mörkök nem sokára hazamennek. 560 katona, szerintem azokra már nem lesz szükség. Most úgy néz ki, hogy 15.000 versus 6.300. Ja, rendezhetünk a nagybácsnak egy temetést, jó ötlet. Chieftain Dobromir meg is ki is szökött. Ő volt az, aki nem tudom, hogy miért volt a börtönömben. Nem tudtam volna elvenni tőle a címet. Most ugye 26/80 állok. Ezért nem akartam ezt még elkezdeni, de muszáj volt. Csak most már nem maradt senki, aki lázadhatna. Overly fragrant. Ez úgy hangzik, mint ami szeretnék lenni. Ez nagyon csökkenti a stresszt. Viszont közben annyira nem boldogak tőle például a tanácstagok, akiknek ezt szagolni kell. Oh, fuck off, nem akarok harcolni veled. Úristen, mekkora a férjed? Mindegy. Most nem veled foglalkozom. Most nem tudom, hogy a fókuszban. Nyilván ez egy plainsen van ez a... vár. Egy erőd. Ez izgalmas csata lesz, mert alapvetően előnyben vagyunk, viszont jön az erősítés. Nagyon gyorsan. Viszont jön nekünk is az erősítés, jóval lassabban. És egy ponton majd le fognak lépni a mörkök is, 60 nap múlva. Jó, amúgy sima. A csatát nyilván nem az áruló gyáva nagybátyám vezeti. Itt viszont jó taktika lesz az, hogy egyszerűen csak rá megyünk és lesznájpoljuk a fővárosát. Észak felé terjed, ahogy az várható volt a halál. Meg a folyók mentén.
megzsarolnak, hogy... hogy a feleségem nem jó a házasság, de hogy nem, nagyon jó. You piece of shit. Szia, Viroly! Szép estét, mi a helyzet? Lenne egy kérdésem, mert azt hallottam, te értesz-e, érthetsz-e ez a játékhoz? Értesz-e ez a játékhoz? Nem tudom, ki mondta neked, de már is átvertek. A problémám az, hogy eddig minden CK-ra multiplayer menetben, mikor elértünk 1100-1300 közé, egy ponton fixen kifagy, out of sync hibával, és onnantól játszhatatlan az a mentés, egy-két perc után valaki ki fog dobni a két játékosból. Van esetleg bármi tech tippet, hogy lehetne ezt kiküszöbölni? Vagy nyugodjak be, hogy ez egy átok, sose tudok végigvinni MP session-t. Hát nem fog tetszeni a válaszom. De ez szívás. Tehát a CK, a Paradox multik, azok nem túl stabilak. Hozzáteszem, hogy nekem nagyon rég nem volt már vele gondom. Tehát például Viktorral ugye nem tudom, a három évadot csináltunk már meg. Ez még csak a második? Egy örökké valóságnak érződik. De hogy X évadot megcsináltunk, és ott sose jött elő. Nem is nagyon tudom, mit lehetne ezzel kezdeni egyébként. Nagyon meglep, hogy neked mindig probléma. Ez nem konzol, igaz? Mert ha konzol, akkor meg is van a probléma gyökere. És a megoldás az, hogy ne játsz konzolon a játékot, tudom, ez nem segít szintén túl sokat. De hogy ez közben ez a zord valóság. Akar tőlem ez a pátriárka. Disease vectors reduced. I mean, sure. Szóval ezeket a játékokat nem multiplayerre tervezték. Ó, nézzétek, egy magyar koronát szereztem valahonnan. Hát azt akkor oda kipattintjuk. Szóval nem multiplayerre tervezték. Nem arra van kitalálva, nem arra van optimalizálva. Ez egy szép bónusz, hogy ott van lehetőségnek, és hogy néha működik. De ha nem működik, akkor nem tudsz el sok mindent csinálni. Az, hogy kinek van meg a DLC, meg kinek nem, az elvileg nem kéne, hogy számítson. Hét hónap. Az a baj, nem sokára elkezd majd megjelenni az a probléma, hogy miért nem. Mit akarok mondani? Ja igen, az, hogy túl sok a földem. Nem sokára ez ténylegesen, tevőlegesen probléma lesz. Most még nem az, mert van egy ilyen grace period, amikor azt mondja a játék, hogy jes úr, hozzáérve a dolgait, és akkor minden rendben lesz. De még ez nem történt meg, ugye akkor el fogjuk veszíteni nagy részt a bevételnek, a seregnek. Ez már felnőtt, itt van egy lány, aki Agnes, és valamiért szerelmes vagyok belé, pedig puppos. Szerintem ő volt a gyerekkori crushom, és most már újra találkoztunk. Ez miért az ő irányába? Ja, mert ővé a főváros, de akkor amint elfoglom a fővárosát, gyakorlatilag megnyerem a háborút. Mert nem csak ez a mínusz 48 tűnik el, de hogy kapok még nem tudom, akár 50-et is. Ennyit kell csinálnom. Az Árpádok még élnek? Ja nem, bocs. Már nem élnek.
Hogy áll a betegség? Simán gond nélkül ki fizzelautolt. Vagy... fizzelautolt, nem ki fizzelautolt, mert az olyan, mint a DC Comics. Marcin Flux. Most akkor ez megint... Ó, várj, mégsem. Új erőre nyert, de lehet, hogy ez már... Az előzőt is így hívták egyébként. Na mindegy. Kicsit... Én nem tudom, felvennék egy gyakornokot. Hogy csak annyi dolga legyen, hogy így... Neveket keres. És bevisz őket egy adott bázisba. Nagyon hasznos. És akkor nem csak három név lenne mondjuk. 58%. Nézem, hogy hova megy ez a Jóska ostromolni. Nem tudom. Öt hónap pedig ostromtábornokon van, de most már az én irányomba fog a Warscore ketyegni. Viszont jön felém az ellenség, és most már elég sokan van. Szerencsére itt vannak a szövetségeseim, de maradjatok is a közelben, mert lesz szükség a segítségetekre. Ez nem a feleségem, igaz? Nem ez a... Az unokatestvérem, aki most született. Nagyon közel állnak hozzám a szövetségesek, szóval azt mondom, be kell jönniük. De lehet, hogy én fogok csatát inisiálni. Nem, ő fog csatát inisiálni. Nem, én fogok csatát inisiálni. Muszáj megnyitni a csatát, mert különben sose jutunk haza, sose megyünk haza. Sose lesz vége ennek a tripla háborúnak. Megint elmúlt a járvány anélkül, hogy hajaszáma meggörbült volna bárkinek is. Én nem tudom, én beállítottam pedig, hogy bármikor nagyon jó lesz, gyertek, hajrá, let's go. Az semmi. Semmi halál. Unlimited meg shit. Jó, Mateusz, született még egy gyerekem. Adj nekem egy olyat, hogy serve the crown. És akkor egyszer és mindenkor végezzünk ezekkel a nyomorult lázadókkal. Megint Bajusz kapitányra bízta a vezetést. Nem mert odaállni ez a nyomorult. 77%. Hát de hogy közben elfoglalta nagyon sok mindent. Jó, elfoglalom azt is. Hogy az számít? Vagy csak ezeket foglalgassam? Most már igen, ketyeg felfelé szépen. Csak én most már nagyon szeretném, hogy véget érjen. 5 hónap. Na de most már ezzel sikerül majd valószínűleg visszahozni a régi lengyeleket. Itt van még egy dúd, aki utál. Figyelj, Lothar, engem lehet, de látod, hogy hova vezet ez a dolog. Szóval egyszer csak szépen barátkozz meg azzal a gombbal, hogy embrace local culture. Tedd magadévá azt a gombot, mert nagyon fontos lesz. Van, akitől most már el kellett volna vennem még földet. Mert a második háború után nem vettem vissza földeket, igaz? Csak nem akarom, hogy megszökjön véletlenül. Hát valószínűleg igen. Ja, tőled még vissza tudjuk venni, lebuszt, tényleg, bocs, majdnem elfelejtkeztem rólad. Meg majd jövök még egy körre a vakítások kapcsán, tehát azt nem szabad elfelejteni. Nagyon fontos.
be van írva a program, be van karikázva, szívecskézve a naptárban, szóval mindenképpen azzal kapcsolatban még lesz beszédünk. Őt rám támadott? Ott van-e? Ja, ez nem az. Ez a másik, ez a kujáviai. Jó. 82%. Nem jött elő a gyáva? A nagybácsi? Ott van, nézzétek? Vojcek. Ezt meg kell szereznem, ez nagyon jó, ez az esemény. De 35% az esély rá. Oké, most már 65, csak halálos reszelem magam. Ennek a karakternek valószínűleg már nincsen haja. Termopilai csata, vagy ősi textek. Legyenek az ősi textek, mert hogy ugye most mi azzal megyünk, hogy learning, hogy behúzhassuk végre a feudalizmust, ami állítólag nagyon jó. 85%, közben jön a harmadik gyermek. Ugye már van két fiam, szóval ez akár lehetne lány is. Már csak a szövetségi rendszerek kiépítése miatt 90%. 91. Ott fut a gyáva, hogy menekül. Én magam fogom levágni az arcodat. Ide gyere. Ott van! Ott van! Előjött! Vojcek, nagybácsi, hát fancy seeing you here. Abszolút nem számított, hogy töröltem a seregét a létezésből. Ugyanúgy 93%-on maradtunk. 94, ugye nem ostromolnak sehol. Jó. Jó, hát őt veszük majd még el a földet, meg az egész Pomerániát. És csak most már legyen 9 hónap. Hát, ha most már a ketyegés az gyorsabban fog haladni. 3 hónap, 5 hónap. Szerintem a 3 hónap plusz a ketyegés elég lesz. Szóval szerintem ennek a karakternek már semmi haja nincsen. Azért megnézzük, mert ez fontos. De, rengeteg haja van. Nagyszerű. Nem, mintha számítana. De... Jó erről tudni, na. Szerepjátékos szempontból. 97%. Nem mondom, hogy ez nehezebb volt. Ez a 3 lázadás. Mint az eddigiek. De az biztos, hogy nehezebb volt, mint visszaszerezni a birodalmat. És valószínűleg szövetségeseknek nem sikerült volna. 99 és meg is van. Tank! The fuck you. Jó. Akkor az van, hogy te nem ragaszkodsz a földjeidhez, te rajnaföldi betyár. Ez lesz is felső Lotharingiát tartja meg. Ami azt jelenti, hogy azt akár... Én azt el is fogom engedni egyébként. Tehát megvakítom. Közben elértem a 4-esre szintet. Vagyis a 3-asat. De most már láttuk, hogy ez nem annyira vészes. Oké, öngyilkos lehetek, de azt most... Most eltekintenék. És hogy még tőled is el kell venni földet. Mindent. De mindent, haver! Under siege. Fucking kidding me. Dreadful Ruler. Szerintem elértem a Dreadnek a legmagasabb szintjét. Jap. 100-as Dread. Szerintem tudom elvenni, mert itt valakikkel háborúzik. Ezért tőle nem tudok elvenni semmit. Akkor őt egyszerűen csak berakjuk egyelőre. Na, hogy tudom bedobni? Mélyebbre. Mutu Dungeon. Nem. Nagyon félek, hogy ő megszökik. De hát, ha nem. Ha megszökik, akkor... Jézusom.
ezt el tudom, meg ezt is el tudom, meg ezt is el tudom. Egyben az egészet nem tudom, mert for reasons. Tehát azt mondtam, hogy te nem kell lesz. Mehetsz Isten hírével. Jó. Egy gonddal kevesebb. És akkor most rengeteg földem maradt. Ezeket szépen egyenként kell lengyel nemesekre bízni. 31 föld. Ebből 8-at tarthatok meg. Hát az értelemszerűen... Na most, ha újra akarom itt rajzolni Opalániát, akkor Opolt meg tudom majd szerezni ahhoz. Te gondolom nem akarsz csatlakozni. Hát persze, hogy nem. Jó. Povisz, neked meg... Hát ez megint más problémák vannak ott. De igen, tőlem, hogy el kell venni ezt a földet. De Bitom mondjuk már az enyém. Tehát Bitomot meg kell tartani. Mert ez lesz a Székes vármegye. Brüsszel, Opol, Szitom, Ratibor, Csiesin és Nisza. Tehát Opolánia lesz a székhely. Ezek mind kellenek. Tehát Bitombot és Brüsszelet meg kell tartani. Ezen túl maradhat még 6. Akkor a másik a Szilézia, mert ez egy elég nagy. 1, 2, 3. Kicsit talán túl nagy is. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tökéletes. Akkor ezen kívül minden... De nem Székes főváros, mert pont nem a fővárosra vonatkozott, hanem a provinciára. A Székes főváros már most ott van, ahol kell, Brüsszelben. Tehát ezen kívül minden mehet jó lengyel nemeseknek. Lengyel. Lengyel. Guess what? Lengyel, csak ugye ezek azok Polánia, amit szintén meg akartam tartani. Bár az is igaz, hogy új királyunk van. Ezt úgy is megcsinálhatnánk, hogy akkor hagyjuk Opolániát, mert miért ragaszkodunk hozzá, de tényleg, mikor átrakhatjuk a fővárosunkat Sziléziába. Szilézia tele van. Ja, Szilézia az jó lenne. Proszáv 6-os. Itt 6-os, 7-es fővárosok, vagy városok vannak. És mondjuk Wroclaw lenne a fővárosunk. Van olyan jó, mint bármelyik másik. Nagyon vicces, hogy minden... gyakorlatilag az utóbbi három uralkodó mindegyiknek más volt a fővárosa. És akkor megtartanánk Sziléziát, Polániát. Ez lenne a központja a hatalmunknak. Kaliszt majd egyszer visszaszerezzük egy szép napon. Mivel nem építettem ki Brüsszelet, ezért tök mindegy ilyen szempontból. Amit biztos, hogy oda kell adnunk, azok ezek a keleti fertály. Lengyel. Mindenhova lengyel. Elképzelhető, hogy fellázadnak ellenük? Hát, ha nem. Jó. Az, hogy ez így rögtön mínusz 100-ról indul, jó, mondjuk a Too Many Dashes az mínusz 105-öt ad. Az valószínűleg jogos. És akkor átrakom Wroclawba a fővárosomat. És nem is biztos, hogy Wroclaw, mert Wroclawnak kettő holdingja van, ami kevés, szuper kevés. Nagyon egyébként nincs több egyikbe se. Még mondom, hogy szóba jött az Polánia. Mondjuk Poznán. Poznán középen van elég sok holding. Van itt egy special building, legendary statue. Jó, akkor Poznán. Poznán az új főváros. Végsőd, most már megélők vágó úr. Ez most már biztos. Duchy building is jöhet majd ide. Csak 5-ös development, de az elég is egyelőre. De akkor ide átjövünk. Movram Capital. Jó, Poznan az új főváros. És akkor meg lehet szabadulni Bitomtól. Brüsszelettől.
meg ettől az egésztől, Kujávia összes településétől, tehát Vielun, Sierads, Lecica, Kruszvica az nem, de Dobrzin az igen, de Kruszvica is, még az is mehet valakinek. Jó, ezek tuti, és még mindig 8-al több, mint amely van, mint amennyi kéne. Lehet, hogy az első királynak Poznan volt a székhelye, azért van ott az a hely, az a lehetőség, hogy építsünk egy szobrot. Itt vannak még, amik, azt hiszem Lausitz, Lubsko, az biztos, hogy nem kell. Jó. És akkor ez így 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Van még valahol 3 cím. Ah, meg is van 2. Jari az egyik, Korszun a másik, és még egy. Az meg szerintem kint lesz külbirtokon. Nem. Modernát gondoltam volna. 13. Vagy csak rosszul számoltam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hol kettő van még valahol? Hol? Van Angliára igényem, most látom. Fríziára, meg Burgundiára. Lubusz, oké. Okay. Oh, Szukkeva. Ja, az tényleg a világ vége. Milic az kell, nem? De az kell. Halic az a másik. Ah, ez a kettő. Jó. A Kárpátokon. És utána még ki kell osztani a hercegségeket is. Szerintem annyi lesz, hogy ezeket megcsinálom, és aztán végés a mai streamnek. Mondjuk ez nem Erdély. Ez még jó, nagy jó indulattal sem Erdély. Mert most tele vagyok hercegi címekkel. Szintén ezek visszamaradtak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ebből kettőt akarok megtartani, többi mehet a levesbe. Csak hogy így is túl vagyok a limiten, 11/8. Feleségem már így is besegít, ahol tud. Akkor viszont innen kell kettőt odaadni valakinek. Sziléziában. Wroclaw, Milic, Legnica. Ugye Legnica a legalacsonyabb developmentű ezek közül. Meg Sprotava a legalacsonyabb, nem, bocs, csak Legnica. Minden más 6-os meg 7-es. De akkor Legnicát adjuk. Szerintem adhatjuk egyébként, tehát most ezt nem kell matekozni, hogy lesz a legjobb. Chase, Stubborn, Just, szerintem te jó leszel ide. De kaphat területet a feleségem, és akkor már nem tudom használni a plusz számait. És akkor Wroclaw a másik, amit megkap valaki. Hát nem ambiciózus. Compassionate. Fickle. Calm, cynical, chaste. Alederos. Például te. Ah, és egyetünk mindig oda kell adnom. Shit. Oké, akkor ez viszont legyen Milic. A saját fővárosomhoz tartozó hercegségből biztos, hogy nem szeretnék. Ezért nem adom Lubuszt. Igen, Lubusz egy mocsárra épült, yes. És aztán belesült a mocsárba, igen. És aztán
Mondták, hogy ne építsem oda, de visszaépítettem, és aztán az is belesüllyedt a mocsárba. Aztán a következő, az nem süllyedt bele a mocsárba, hanem először leégett, és utána süllyedt el a mocsárba. De most ez áll, és ez az, ami igazán számít. Te hercegséged, a hülye alakú már. Mackó, te megkapod Milicet. Good, 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 good. Oké. Okay. So far so... Good. És akkor ki kell osztanom ilyeneket, hogy Kijóv. Kijóvot megkapja... Hát nem a... nem te. Lengyel. Tehát egy minimumban lengyel legyen. Szadista, generous, gluttonous, nem jók. Ezzel két nap alatt felállzanak, plusz nem lengyel. Na ő, arrogant, just, deceitful, nem, ő se jó. Ő orosz. Na Istenem. Annyira szétcseszték ezt az egész királyságot. Jó, hát akkor még jó a legjobb opció. Tehát te kapod meg Kijóvot. Good. Már is nem olyan ideges arcban. Jó. Nem az enyém, nem az enyém, nem az enyém. Halic a következő. Vagy Halics. Hát ezt a Halicsinak tudom adni. De egy új ember, calm, just, humble. Ezt a kis Marcinnak magyarázod? Igen. De ő csak énekelni akar. Szia, Drankan Dörg, szerint mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Tehát te megkapod... Halicsot. Hol vagy? Azt. Enjoy. Szukkev az nem tartozik sehová. Vagyis hát ide tartozna, csak ezt nem tudom ellopni. Ami nem is kéne nekem. Lehet, hogy csak függetlenül ezt most menjen Isten hírével. Mi van még itt? Cserven városok. Igen. Nos, ez is gond. Nem nagy gond, de still gond. Zealous és ambitious. Ő biztos nem fogja megkapni. Lazy, wrathful és fickle. Talán... Generous, just és lazy. Jó, te nyertél. És akkor ez a Cserven Cities. Várj, te oda tartsz egyáltalán? Igen. Jó, bocs, hogy kételkedtem benned. Cherven Cities. Cool. Next. Ugye ezt beszéltük, hogy ez egy túl nagy terület. Opalani az nálam van. De azt is oda tudom adni valakinek, mert nekem nem kell. Mazovia nincs nálam. Tudja, nekem Sirizia és Polania kell is így ennyi. Kujáviát, Opalániát, Messent, Lausitzot kell még odaadnom. Utóbbi kettő trükkös lesz. Domán. Te egy borzasztó ember vagy. Nadbor. Te kevésbé vagy borzasztó ember. Te kapod meg... Opalániát, ami igazából egy vazalus kapsz magadra lesz, that's it, de... Jó lesz az, na. Oké, okay, a többit szerezd meg, ha tudod. I don't care. Humble, impatient. Vengeful, humble, compassionate. Temperate, greedy, compassionate. Te nyertél, haver! Tied, Kujávia. Oké. Okay. Hát itt csupa olyan ember van, aki már gyűlöl. Ennek ráadásul nagy a hatalma is, és ő az, aki, ez a törpe az, aki kiszökött tőlem. Mely szent, te kapod meg. Tehát amúgy mely szent, ennek a törpének kéne adnom. Csak ő ambiciózus. Továbbra is eléggé nevetséges, hogy kiszökik a börtönből, akkor már nem tudom, nem tudom visszarakni. Tehát akkor azt mondom, hogy egész, akkor hogy hajj, menjél. Éj boldogságot szerint. Igen, tehát adnék neki földet, akkor amúgy imádna.
Na jó, törpe. Csak azért, hogy ambiciózus. Jó, adod neki fölött, aztán meggyilkolom. Most úgy teszek, mintha barátod lennék és nem akarom törpének hívni, de hogy... ebben a korban valószínűleg így hívták, szóval... lapozzunk. Annyira nem PC ez a csatorna, hogy ez ne férjen bele szerintem. Szóval ti megkapjátok ezeket a földeket. Milcenán ilyen vagy? Ó, oh, te jó ég. Fucking hell. Na mindegy. Te is megkapod. Sure. Lausitzot. Valakit szeretnél még? Niziza. Akármi is az, megkapod. Csak mutasd rá az ujjaddal. Azt, oké. Okay. Grant Vessel. Azt ott megkapod. 68. Jó. Te is boldog vagy, törpe? Jelentős mértékben. Cruel. Hát az mondjuk igaz. Guilty as charged. Elvileg kész vagyunk. Elvileg mindenki boldog. Még nem, de már majdnem. A földosztással meg vagyunk. A stresszem elmúlt. És várjuk, hogy elvehessem tőle a földjét. Amit nem tehetek addig, amíg valami szaros háború, ami nem tudom, itt kinek a háborúja, véget nem ér. Ez. Két abszolút fucking random piece of shit paraszt üti egymást, és ezért én a császár nem tudok elvenni földet a királyomtól. Mi ez? Nagyon gyorsan csapjátok rá azt a gyereket. És akkor most még be kell néznem a tanácsterembe. Mert most... most egyelőre így hagyom a tanácsot. Azt szeretném, hogy mindenki gondolkozzon el azon, hogy mit csinálhatott volna másképp. Hogy ne legyen ekkora... ó, még egy fiú. Kicsit sok lesz a jóból. Nem baj, az egyikből pap lesz, már most látom. Szóval, hogy ne legyen ekkora... hajcihő. És hogyha majd elkezdenek így hisztizni, akkor majd utána... esetleg változtatunk a tanács összetételén. De egyelőre ez jó lesz. Egyelőre senki nem megy sehova börtönből, oké? Okay? Még beszédem van veletek. Amíg engem... azt nem hiszem, hogy átámadott. Két napra volt, hogy menjen el most romot. Szóval amíg engem láttok, addig nem lesz itt sehova menetel. Ha már nem láttok, aztán megint más kérdés. Jó, ez most megnyeri a háborúját. Légy szíves, zárd le a fucking háborúdat. Légy szíves, zárd le a fucking háborúdat. Zárd le a háború. Thank you. Jó, és akkor most már... ah! De gyönyörű. Igen, tudom, kritikusan bestresszelek. I don't care. Jó. Ez is megvan. És akkor ezeket is ki kell osztani. Hol van a... nagybátyám. A másik. Börtönben. Ja nem, ez az egyik. Megölték. Ez a testvérem kapta meg ezt a királyságot először. És ott van. Ó, haver. Ó, te nem nézel ki túl jól. Maradj ott. Nem tudom, adjam oda neki az egész királyságot. A királyságot azt hiszem megtartom. Királyság megtartom, többi az mehet. Lengyel. Lengyel és lengyel, és akkor kiosztjuk majd a hercegségeket. Pomeránia van nálam. Meg Nordmark. Kinél van ez a sok? Ó, ez a Szipus Alfonznak az ivadéka, nem? Ja, Istenem.
Hát ezek csak egy, ezek csak be... Ha no... Jó kiterjeszkedtek, hallod. Odaadom az öcsémnek. Legalább egy helyszínséget kapjon már. Pomeránia. Igen. Igen, és akkor a másikat azt meg... Hát gondolom ennek a bajusznak. Ez pedig Nordmark. És már csak Verlét kell odaadnom valami randónak. És azt hiszem most vagyunk kész. Hát a TBC az nem egy... fantasztikus dolog. Pillanat. A csávónak odaadtam a földet 50 évvel ezelőtt, hogy halljál meg, légy szíves, 2 hét múlva. És azóta egy egész dinasztiát hozott létre. Emlékszem, én ellene voltam. Hát ki gondolta volna? Jó, mondjuk akár lehetett volna is gondolni, mert gyógyász Jóska volt. Na, most hogy ezt megbeszéltük. És beköszöntött az áldott béke. Felmerül a kérdés a hogyan továbbról, igaz? És megnézek egy random vazalust. Kérem téged, mondjuk téged. Ugye az, aki nem lázadt föl, ennek volt esze? Ő látta, hogy ebből többet veszített, mint nyerhet. Visztulánia hercege. Ő... Hát, igazából most már csak azért nem kedvel, mert tele vagyok parfümözve. Meg hogy ő velszi továbbra is. Remélem, egy ponton majd így rájönnek, hogy ez így annyira nem adja ki nálunk. Hogy áll a kultúra? Azt mondtam, hogy ebben a részben meg lesz, vagy ebben a streamben, de nem. Nem, nem. És hát amúgy is, még ha meg is lenne. Ez a meghalt a testvérem Kán Vakrim. Hát ez egy jó sokáig tartó barátság volt. Még a háború alatt barátkoztunk össze. Szóval, még ha meg is lenne az achievement, akkor sem lenne meg. Mert hogy ugye nincsenek meg a tárgyak. Velszi, mit keres Európában? Hát... De ez erről szól az egész. Töttyölt rajtli. Hát... Állani van, no, to tell you. Hát ezen pörgök itt már egy... Két, három, lassan három és fél órája. Még megboldogult, nem tudom, nagyapám, dédapám valakinek a korában. Keresztesek. Átjöttek, és ugye a keresztes háború miatt minden területről elzavarták az ott élő őslakosokat, és betelepítették oda azokat, akik részt vettek a keresztes hadjáratban. Ezért van tele még most is az országunk mindenfajta kultúrákkal. Velszi, még most is vannak franciák, például ő is, Volina is egy francia. És most raktunk vissza jó pár lengyel családot a lengyel posztokra.
Nem akarok full is lenni, úgyhogy... Úgyhogy no. Igen, ez akkor volt, mikor a pápa, hát nem ellenem fordult, de hogy itt minden logikát félre söpörve úgy döntött, hogy ha van gond ebből a világban, akkor az ott a lengyelek. Nem pedig az, hogy két terület is, ami szent hely volt számára, nem a saját kezén volt. That's fine. Ez bárkivel előfordulhatna, de a lengyelek. Ah, közben elültem a seggemet. Sziasztok, Arno. És szerintem véget is ér ez a stream most mindjárt. Annyi videót nézem, hogy már fogalmam sincs hol mi történt. Ugyan már töttyölt rajtli. Hát ez nagyon szép mentés, de nem sikerült itt most. Próbáltad. Volt 90% esélyed, hogy ez most a flattering bejön, és a 10% az, hogy átlátnak a szitán. És átláttam a szitádon. De szép próbálkozás volt. Csak túl magas az intrigem. Ez kaki a farkadon, kis cica? Valószínűleg igen. Remek. Szaga nincs, szóval nem friss. Nem is iszok. Miért látja azt a gyerek, hogy iszok? Azt látja, hogy ideges vagyok. Az mondjuk jogos. Na, úgyhogy, ja, én most nekem ez pont elég. Na, ez már is szabadult. Pinsknek az ura. Jó, hát lehet. Ó, oh, viszont imprizonálni tudom megint. És ha azt mondja, hogy nem, akkor fellázad? Mert most eléggé olyan hangulatban vagyok, hogy lázadjon. De most megnyertem 3 háborút, a negyedik sem lesz probléma. Szóval, ja, ezt viszont most nem fog ma sor kerülni rá. Ennyi voltam már. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát szerintem ez egy megint egy izgalmas rész volt. Ebben a Let's Play-ben még nem volt szerintem nem olyan rész, ami csak így hátra dőlünk, és akkor nem történik semmi, de legalább az 3 órán át. És... De minden jól alakult, most minden nagyon jól áll. Sosem volt még ennyire egyben ez a birodalom. Sosem volt még ennyire homogén. Sosem volt ilyen szép a jövő. Még ezeket el lehetne engedni, itt a külbirtokokat. Menjenek Isten hírével, ahogy itt Elzász is nagyon jól boldogul. Chieftain Hatto. Rajnaföldről érkezett, Rajnaföldre visszavertük. És akkor mi lesz a... Sokan kérdeztétek, hogy mi lesz a következő, vagy hogyan tovább. Holnap még nem lesz itthon a család. Tehát holnap még van esély egy streamre. De nem CK, ha lesz, akkor nem CK3 lesz, de valószínűbb, hogy holnap már videót fogok venni. Úgyhogy ennek fényében, meg akkor így a hétvégén lesz valószínűleg egy stream valamikor. Szombat este, vasárnap este, valahogy így. Úgyhogy kitartást a hét további részére. Köszönöm a figyelmet és a támogatásaitokat. Aztán, ha nagyon jól haladnék a videóvevéssel, akkor meg még lehet holnap este egy ilyen kis chill-es stream valami. De hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem, jól szórakoztatok. És 9:30 van, tehát valószínűleg a Viktorék már végeztek. Nem fogom tudni oda átküldeni. Már még nem végeztek. Meddig tart ez vajon? Oké, még itt vannak, szóval ha 2 percig vannak, akkor 2 percig vannak, az nem az én problémámtól kezdve, hanem megköszönöm nektek a figyelmet, ennyi voltam már, találkozunk legközelebb, sziasztok! Ja, várjátok, várni kell, még a raid elkészül. Későn kezdték a streamet, igen. Igen, későn kezdték a streamet, meg későn jelent meg az update, amit vártak. Sziasztok! Hello.